Sziasztok, ez itt újra a Dumakastély rovat, és a speciális vendégekkel várlak titeket, speciális témával, már elég régóta volt ebből a rovatunkból új adás, és most azért akkor gondoltam, hogy akkor csapjunk a lecsóba, és akkor valami igazán érdekessel folytassuk, ami igazán aktuális is. Köszöntöm a csatornán három vendégünket, akivel egyet már mindenképp ismerhetek, mert az egyik legjobb és legnépszerűbb interjúnk részese volt, ugye Kótai Zoli, hello! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkinek! És hát ugye itt van még más kamionos is rajta kívül, kettő is. Üdvözlöm Sándort, hello! Hello, hello, sziasztok! Jó nagy Sándor vagyok. Igen, én Franciaországból. És hát itt van még egy kamionos, Adalbert, alias Panda. Hello! Sziasztok, Gyűrűs Adalbert vagyok. Ő pedig ugye Nottinghamből, Angliából. És hát most ugye az inflációt fogjuk kivesézni. Egyrészt arról, milyen volt a pandémia, illetve a háború előtt, vagy a pandémia során, és aztán a háború ez milyen hatása volt a különböző országokra, és globálisan akár egész Európában vagy világra. Aztán pedig átmenjünk a mostani helyzetre, hogy az infláció, annak mértékei, százalékos arányos különbségei, a kormányok, a gazdasági szervezetek és vezetők döntései és a pandémia háború hatásainak arányaiban. És hát lesznek még megoldásjavaslat részletek már, amennyire ehhez értünk, vagy tennénk valamit, és egy előretekintés a 2002 Black Autumnra, vagy nem tudom, minek hívjuk, fekete őszre, mert nem jó kilátások vannak. Hát először ugye akkor mondjuk Zolit kérdezném, ugye, hogy ott Németországban most főleg, már elég régóta Németországban vagy, ugye, jól tudom, hogy milyen volt mondjuk a háború előtti, szintén nem olyan jó pandémia időszak. Azt hallottam, hogy ott például nagyon sok támogatás volt, szociális, illetve munkahelyi támogatás, megtartási támogatás. Ez így volt? Hát én nem élek Németországban, én csak ide járok néha-néha dolgozni, úgyhogy az, hogy itt a tenni lakóknak milyen szociális támogatások meg egyebek voltak, arról sajnos konkrétan nem tudok mondani. De ugye mondani az áram tekintetében az, hogy milyen volt az élet, ugye általában azért láthatta, tehát ott naponta nem tudom hány órát ott vagy, és azért gondolom, hogy tapasztaltál ezt azt. Igen, hát inkább az árakról tapasztaltam, hogy amíg ez a pandémia dolog volt, úgy különösebben nem vettem észre, hogy drasztikusan változtak volna az árak. Volt valami áremelkedés, de nem volt olyan nagyon észrevehető. Úgyhogy ami termékeket én itt vásároltam, meg esetleg bementem gyorsétembe venni éppen valami kaját, azt nem vettem észre, hogy jelentősen drágult volna. Lehetséges, hogy volt valamilyen szintű drágulás, de nem volt észrevehető, nem volt jelentős. Néhány százalék. Igen, pár százalék. Még a kelet-európai fizetésemből, mivel én szlovák cégnél dolgozom, és szlovák fizetést kapok, még abból is könnyedén ki tudtam fizetni, úgyhogy nem jelent problémát, hogy most éppen megvegyek egy hamburger, vagy tudom én bármi mást. És nem volt ilyen pánikvásorlás már, hogyha hallottál vagy láttál ilyesmit, mert ugye itthon voltak ilyenek a pandémia során, hogy WC-papír tömkeleg, nem tudom, kéztörlő, stb. Ezt nem észrevetted, hogy ilyen pánikőrület volt esetleg? Azt észleltem, hogy amikor indult ez az egész pandémia, akkor eltűnt kézfertőtlenítő például. Kézfertőtlenítőt sehol nem láttam. Egyszerűen nem tudtam venni. Az is ilyen fogyóeszköz volt akkoriban. Igen. Hát az pillanatok alatt eltűnt a polcokról. Úgyhogy, de viszont egy-két hónap után, ahogy ugye indult ez az egész cirkusz, azután viszont megteltek a polcok, és mindenhol lehetett kapni kézfertőtlenítőt. Úgyhogy nekem ez tűnt föl. Az, hogy ilyen WC-papír, meg egyéb, azt nem vettem észre, hogy itt a német vonalon ebből hiány lett volna.
Elképzelhető, nem tartom kizártnak, hogy egyes boltokban hiány volt, de ahol én voltam vásárolni, ott ezt nem tapasztaltam. Mondom, egyedül ez a kézfertőtlenítős dolog, ez ami úgy eltűnt. És a szabályokat komolyan betartották, nagyon féltek a vírustól, vagy nem tudom, ezt mennyire érzed, hogy ott is voltak ilyen, elég sok ilyen tüntetés is volt, ilyen vírustagadó, meg oltástagadó, meg nem tudom mi, azt hiszem Berlinben is, ha jól emlékszem. Hát én nem tudom, ilyen helyen nem jártam Berlinbe ez idő alatt, én azt tapasztaltam, most ugye, hogy... gondolom esetleg, vagy ilyesmi. Én azt tapasztaltam, hogy ahol én mentem be Németországba, ott minden járművet kitereltek egy parkolóba, és akkor ott be kellett mutatni negatív tesztet, és úgy engedték tovább az embert. A határnak a másik oldalán, a cseh oldalon ott volt lehetőség ilyen tesztet csináltatni, úgyhogy ezt tapasztaltam, és hát ott volt elég nagy torlódás, meg káosz, meg nem igazán volt jó, de aztán Istennek ez elmúlt, ez lecsengett mostanra már. Látni még azért elég, hát azt nem is mondom, hogy sok ember, de látni jó pár embert, akik még most is maszkot viselnek, de így itt ezeket a korlátozásokat már feloldották, hogy nem kötelező, mit tudom én, benzinkúton, vagy éppen vásárlóhelyen üzletbe a maszkviselés. Mindenhol kint van a kézfertőtlenítő, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szeretné fertőtleníteni a kezét, azt meg tudja tenni, de nem kötelező most per pillanat. És amikor volt ez a pandémiás időszak, akkor gondolom a munkádat azt hátráltotta a határtól a kezdve, tehát nem volt leállás is akár emiatt? Hát leállás nem tudom, lehet, hogy volt, azt nem tartom kizártnak, hogy más, ahova én mentem, tehát most ilyen ott én belekalkuláltam. Én belekalkuláltam a menetidőbe ezt, hogy most időbe oda kell érnem a határra, megcsinálni a tesztet, és akkor utána megyek a német határa, ott is még ugye belekalkuláltam, hogy ott van egy fél órás, vagy nem tudom én mennyi sorbaállás, úgyhogy nem jelentett problémát, olyan nagy problémát, hogy ebből bármiféle leállás lett volna, annál a cégnél, ahova én szállítottam az árut. Tehát aztán, hogy máshol volt-e ilyesmi, nem tudok nyilatkozni, az más. És esetleg támogatott a cég is valamivel közben? Akár plusz pénzügyi, vagy valami egyéb, például mit tudom, több pihenőidő, vagy valami, vagy nem tudom, tehát hogy támogatott esetleg valamivel ez ide szak alatt? Hát a cég annyiban támogatott, hogy ő fizette a tesztnek a költségét, mert ugye ezért fizetni kellett. De aztán ezen túlmenően nem tudok róla, hogy miféle támogatást adtak volna. Hát körülbelül ugye ez a kérdésem akkor így sorjában Sándornak is, hogy nálatok akkor mi volt a helyzet ilyen szempontból ott Franciaországban, legalábbis arra jársz? Igen, ugye én egy kicsit speciálisabb helyzetben vagyok. Én egy német cégnél dolgozom alkalmazottként, ellenben fizikailag Franciaországban tartózkodom, és itt végzem a munkámat, és azon belül is egy bérelt hotelszobában élek már elég régóta. Tehát egy kicsit mind a két országról van információm, viszont nagyon egyikről sem. De nyilván, tehát ilyen hétköznapi benyomásaim vagy tapasztalataim azok vannak. És hát németeknél én inkább azt tapasztaltam, hogy eléggé megosztott volt a nép a pandémia miatt. Tehát volt egy elég erős réteg, vagy vastag réteg, vagy nem tudom ezt úgy mondani, aki nagyon félt a Covid-tól, és nagyon, nagyon szigorúan vett mindent, és nagyon... Nagyon, szinte pánikszerűen, tehát ezt így a bezárkóztat közelebbi német. Nagyon, de
családon belül is, tehát én megdöbbentem egyébként, hogy vagy mi vesszük, vagy én vettem túl az át, de valószínűleg nagyon-nagyon túl lihegték, és igen, volt egy másik réteg, aki meg viszont tagadta az egészet, és nagyon, tehát gyakorlatilag hetek után már... Igen, tehát a megszülött intézkedések után pár héttel már ellenállást tanúsítottak, tehát ezt én is inkább csak ilyen szorványosan találkoztam ezzel, inkább a hírekben olvastam. Erre, hogy ilyen büntetés, vagy szabályozat, vagy hogyha valaki vitte, nem hord maszkot, nem oltja be magát, nem tudom. Igen, nagyon komolyan le volt szabályozva, aztán én személyes ismeretségi körömben olyan nem volt, akit megbüntettek ilyesmi miatt például. De egyébként én még mindig azt tapasztalom, hogy még mindig félnek a Covid-tól, tehát a francia oldalon már szerintem el is felejtették, és német oldalon én még mindig érzem üzletekben. Úgy, ahogy az Oli is mondta, hogy azért nagyon sok helyen látom, hogy még hordanak maszkot, pedig nem kötelező már sehol. És az árak tekintetében mi felfogsz a Franciaországra nézve? Te mit láttál akkoriban, hogy pandémia időszakában emelkedtek, vagy stagnáltak, vagy nem tudom? Emelkedtek, tehát mindenképp volt egy nem túl jelentős emelkedés még a pandémia elején, és sőt az egész pandémia alatt az áremelkedés nem annyira volt jellemző, érzékelhető volt egy ilyen vásárlás során, például, tehát nagyon nem nézegettem az árcímkéket, viszont van egy-két kedvenc termék, ugye, amit rendszeresen veszek, és ott rögtön észrevettem, hogy most tegyük fel, valami 1,60 volt euróban, és utána 1,80 lett például. Tehát nem tudom, ez százalékban mit jelentett akkor, illetve azóta sem, mert azóta meg főleg hát a pandémia után és az ukrán válság kezdete, nem tudom pontosan behatárolni, hogy mikor, de viszont egy sokkal jobban érzékelhető árnövekedés tapasztalható, mind német, mind francia oldalon. És érdekes módon német oldalon inkább szerintem, tehát ahogy én tapasztalom, illetve hát a kollégáim is mondják, hogy ott tartunk, hogy Franciaországban olcsóban be tudunk vásárolni azonos üzlethálózatnak. Az kérdezi, van-e olyan, mint itt, hogy átjárnak Ausztriába vásárolni, hogy ott van-e, hogy átmennek Franciaországba, vagy fordítva? Németek. Hogyne, tehát én fizikailag Metzben vagyok, ami hát közel van Luxemburghoz, hát Franciához nyilván, mert ott van, és Németországhoz is, tehát itt van egy kis csücsök, én is oda szoktam járni, megmondom őszintén. Foci Metzben, mert, hogy ja. Az igen. Üzemanyag Luxemburgban a legolcsóbb, és a dohányáru, akit ez érint, a bevásárlás igazándiból mindez idáig Németországban jobban megérte, és abban a háromszögben tapasztalat egy ilyen körforgás, tehát a francia megy a némethez vásárolni, a német megy a luxemburgihoz tankolni, meg dohányt venni, úgyhogy igen, hogyne ez van, de ez volt is, és szerintem marad is. Érdekes. Mondjuk. Na és hát fantasztikusan mi a helyzet Angliába? Ott Panda, mit mondasz, hogy ott mennyire más a különc szigetországban? Hát igen, én mondjuk jobb helyzetben vagyok, mint a srácok, mivel én már 4 éve itt élek, és hát közel 4 éve itt élek Angliában, itt is dolgozom. És... Olyan, hogy kamionosként, ugye? Így van. És konkrétan mit egyébként, mit szállítasz? Csak köszönöm a többieket, hogy mi az, ami... Hát én kicsit vándoroltam itt a pandémia látás, után, tehát én szállítottam raklapokat, aztán csomagokat, mint például mondjuk a DPD, Királyi Posta, most inkább nem taglalom, hogy mit szállítok, az is ilyen kicsit közszolgálati, de... Erre most ne térjünk ki. Szerintem 18 pluszos. Hát valamilyen értelemben lehet. Uh-huh. Na, viszont itt ugye a pandémia kezdetekkor ugye volt egy lezárás,
és hát amikor kicsit erősebben jött ez a pandémia, és akkor Boris Johnson bejelentette, hogy lesz egy ilyen külön segély, ami a cégeket segíti, hogy megtartsák a dolgozóikat, ami az volt, hogy a fizetésüknek a 80%-át kiutalták, így államilag, ezeknek a dolgozóknak. És csak a 20%-ot kellett a cégnek. Így van, a 20%. Hát ugye ez választható volt, és akkor otthon üldögélt az ember. Nagyon nem tudott menni sehova se senki, mivel hát most ilyen gyors éttermek azért úgy nyitva voltak, de tényleg az volt, hogy a legközelebbi boltba mehetsz el, stb. Itt azért nézegették a rendőrök. Nekem is volt olyan papírom, hogy én úgynevezett key worker voltam, és erről tényleg volt egy ilyen hivatalos nyomtatványom, amit a rendőrségnek be kellett egyszer vagy kétszer mutatnom így a jó pár hónap alatt. Körülbelül ennyi. Az árak tekintetében volt valami differenciálódás? Vagy? Hát ugye a pandémia időszak alatt, főleg így a lezárásoknál az autóknak az árai lementek, mivel ugye nem használták az emberek, főleg visszaadták ezeket a leasingelt autókat, vagy eladogatták. Meg volt, tényleg így most eszembe jutott erre, hogy ilyen kamion, meg szállító probléma, nem tudom, lehet, hogy most is érzitek a hatását, és akkor indult fel, nem volt, aztán munkaerőhiány is volt, mert nem volt elég szállító autó, meg kamion, meg egyebek, ez igaz volt, vagy? Hát Angliában volt hatalmas probléma, ez még máshol is néha, de ilyen szállításbeli probléma. Szerintem így a kamionosok körében így mindenhol probléma, szóval nem csak Angliában. Ez mindegyik országra jellemző, hogy szűkösen vannak kamionosokból, ugye ez adódóan abból, hogy nem éppen a legjobb szociális életmódot lehet élni ez a munka mellett, és nem sokan választják ezt a hivatást, illetve ugye a jogosítványnak az ára se a legolcsóbb. De visszakanyarodva így a termékekre, szóval például az üzemanyag lejjebb ment szignifikánsan, tehát egy font 30, hát 36 penny volt a benzin, 1 font 36, és az olyan 1 font 20-15-re leesett, ami a pandémia után, tehát amikor már kinyitottak mindent, mert még, hogyha úgy nézzük, van még pandémia, akkor már felugrott az egész. Tehát akkor már ilyen 1 font 50 körül lehetett vásárolni a benzinnek a literenként. Illetve kenyér, tejtermékek, ezek egy ilyen 8-10%-ot növekedtek. Akkor még Amerikában szíveszegeztetjük, vagy Amerika, Angliában volt talán a legnagyobb a differenciai növekedés árakban, meg talán gondok tekintetében, ha így mondjuk. Viszont a benzinnek örülhettek, tehát az volt a pozitív oldal akkor. Így van. De ez azért én megjegyezném, hogy szerintem angol viszonylatban árnyalja a képet a Brexit is. Ja, igen, akartam mondani, hogy persze ott a Brexit, igen. Így van. Brexit is itt volt, de ahhoz képest szerintem még az itteni fizetésekkel is meg lehet élni. Mondjuk most értünk el arra a pontra, hogy vagy például minimálbéres fizetésből, hogyha most fenntartasz egy lakást egymagad, akkor mondjuk marad egy ilyen 200-300 font esetleg a hónap végére, és akkor még nem ettél, stb. Tehát azért ez benne van a pakliba, és most nem Londonról beszélünk, hanem például itt a Nottingham környéki lakásokról. És egyébként a Brexit miatt nagyon sokan kimentek, vagy most visszajöttek, hazajöttek vagy Magyarországra, vagy álltak visszamentek nagyon sokan Lengyelországba, lengyelek, ez igaz? És mi az oka ennek konkrétan? Tehát a vízumkészség, vízumkötelezés, vagy kevesebb vért fizetnek most esetleg? Még ilyet is hallottam, hogy csökkentek néhol a vérek emiatt, vagy kevesebb embert foglalkoztatnak, mint előtte. Szerintem ennek az volt a fő oka, hogy ugye jött a Brexit, és az emberek féltek attól, hogy például összeomlik a gazdaság.
és nem tudja magát fenntartani az ország, stb. És tényleg nagyon sok ember hazaköltöző, nagyon sok magyar ember is. Van olyan közös ismerősünk, aki például ilyen ágazatban dolgozik a szállítmányozásban, hogy hogy a magyarokat költözteti haza, vagy éppen ki Angliában. Uh-huh. És ő mondta, hogy nagyon sokan, tehát nem is bírták munkával. De mondjuk én... Én az mellett maradtam, hogy itt maradok, és aztán mondjuk ez lesz egy ilyen második Svájc, ami mondjuk kicsikét furcsa feltételezés, de mondjuk valamennyire bejött, mivel a fontnak a font azért erősödött így a forinttal szemben. Most majdnem 500 is volt, basszus, 480, nem tudom mennyi. Így van, 488 volt talán a maximum, de tényleg nekem ilyen szempontból jó, de az itteni élethez, hát mondjuk úgy tényleg egy ilyen, hogy az infláció bele rondított egy kicsit, egy olyan 5-10%-a tényleg úgy kevesebb marad meg a hónap végére, de még így is teljesen jól lehet élni szerintem. Ja, még annyit, hogy most lemondott a már említett Boris Johnson, az minek az oka volt, miért? Mondottam, én azt nem olvastam már részletesen, csak... Nagyon pontosat én sem tudok mondani, így futólag átolvastam, így ez pár nap alatt ment le. Például a főkancellár lemondott, a Sunak, illetve az egyik miniszter, aki egy eléggé nagy kutya volt tényleg. Ez mondjuk megtörtént kedden, mivel Boris Johnsonnal nem tudtak kiegyezni valamiről, mivel azért tudni lehetett, hogy Johnson egy kicsit ilyen diktatórikus módszereket használt, ugye párton belül is. És tényleg ez elkezdődött kedden, hogy a kettő ember lemondott tisztségéről, és aztán másnap mondjuk a pártból 20-30 ember ugyanúgy beadta a felmondását. Ilyen dominó effektus lehet. Így van, és akkor csütörtökön pedig Boris azt mondta, hogy hát akkor elhagyom ezt a hajót, és ő is lemondott. Ja. És most választások mindenki... lesznek jövőre, vagy ez hogy? Ezt még pontosan nem még tudjuk, nagyon sokan jelentkeznek, tehát már aztán több mint 10 vagy 15 jelentkező van a miniszterelnöki pozícióra. Szerintem ugyanabból a pártból fognak valakit megválasztani, így párton belül. Ezt nem fogják közre bízni. No, hát akkor menjünk tovább az időben. Ugye most eljött a háború februárban, elég sok negatív hatása volt minden téren, és hát hatalmas infláció terjeszkedett szét ugye egész Európában. Ugye itthon sokan úgy érzik egyébként, hogy itt a legdurvább, de mindig szoktam hallani ilyenkor, hogy nagyon sokan mondják, hogy külföldön élnek a magyarok is, hogy hát azért itt sem. Ugye alapvetően nem kolbászoló van a kerítés, de hogy az inflációt ők is nagyon megérzik, és hogy minden országban egy kicsit más, hogy van mondjuk infláció, hogy más termékeknél más réteg érzi jobban mondjuk, mint egy mondjuk nem olyan jó gazdasággal rendelkező országban, stb. Tehát ezek ugye eléggé változók. Nem tudom, hogy például akkor Zoli így folytatva veled, hogy Németországban ezt most hogy érezted, hogy ahogy betört úgymond a háború az emberek életében, akár gazdaságilag is, mert ugye szerencsére nem volt fizikailag, de egyelőre, de ugye gazdaságilag azt mindenki gondolom megérezték, ott is volt egy ilyen páni félelem gondolom, a pszichológia ugye az működött. Hogy véleményezed, vagy hogy mik a tapasztalatok? Hát a tapasztalat az, hogy én olyan különösebb pánikot nem láttam sehol. Nem tapasztaltam, hogy ott itt most, mit tudom én, bármiféle felvásárlási pánik, vagy bármi lenne. Ahol én jártam, én most ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt Németország, Csehország, Szlovákia, én ezt a vonalat járom, és mindenhol volt mindenféle áru, és ahogy láttam, az áruknak a
vannak bizonyos termékek, például Szlovákiában az étolaj az a duájára emelkedett a... De miért? A gazdaság, vagy a szárazság? Miért most a szárazság is nagy gondokat okoz mindenhol? Vagy miért? Nem tudom. A háború kezdete óta ugye az van, hogy Ukrajna nagyon nagy étolajtermelő, és mivel hogy háborúba állnak, ezért most ugye az oroszok próbálják blokkolni a gabona kiszállítást, vagy még akár saját maguknak is tekintik, már mint sajátjuknak tekintik az ukrán gabonát. Mindegy, ez egy másik tészta. A lényeg az, hogy mint ahogy Magyarországon is, meg Szlovákiában, meg nem tudom, Németországban nem néztem az étolajárakat, valószínűleg ott is megemelkedtek, mivel hogy hiány keletkezett ebből a világba, és ez nagyon megugrott. Aztán hát a többi üttőt szoktam hazavinni Szlovákiából, és annak az ára különösebben nem változott, egy kicsit emelkedett, de nem vészesen. Úgy emeltek árat, hogy a 2 literes palack helyett bevezették az 1,75-öst, úgyhogy 2,5 decivel kevesebb van benne, de ugyanannyiba kerül, mint a 2 literes került tehát korábban. Tehát itt van is csináltak egy csomó szóval. Úgyhogy ilyen burkolt áremelés volt, de egyébként a többi árakban én nem tapasztaltam olyan nagy változást a háború miatt. Most egyik országban se is ilyen... Ezt szoktál szállítani? Hát én autógyáraknak, Jaguarnak, meg most éppen a Volkswagennek, meg aztán azt megelőzően a Peugeotnak szállítottam, úgyhogy ilyen autógyári alkatrészeket hozok, viszek. Azokról látszol, amit egyébként, hogy azt mondják, hogy mind az új, sőt még a használt autók ára is nagyon megugrott most a háború, sőt már előtt is lett a pandémia idején is, hogy milyen szállítod ezeket, azt mondom, látod valamennyire, hogy többet rendelnek, kevesebbet, nem tudom, hogy... Hát nekem így a rendelésekre, meg az árakra nincsen rálátásom, én csak azt látom, hogy például most jöttem el a Peugeot gyár mellett ma reggel, a nagyszombati Peugeot gyár mellett jöttem el, és azt láttam, hogy a gyár területén van ilyen füves terület, ami tulajdonképpen már nem parkoló, hanem csak ilyen sima füves terület, az most megint tele van új autókkal. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy a lebetonozott parkoló, ahol egyébként az új autók szoktak állni, az már fullon van. Uh-huh. Úgyhogy készülnek a leállásra, mert itt július végén, július utolsó hete és augusztus első hete, ez szokott lenni a leállás, akkor gyárba, karba tartják a gépeket, meg nem tudom én mit csinálnak, megjavítják, stb. Na mindegy, és hogy ez idő alatt is legyen kiszállítható új autó, úgyhogy én nem tudom, hogy mi ez az új autó mizéria, hogy nincs autó, hát én az autógyárakban azt látom, hogy ott állnak a vadonatúj autók tömegével, a gyárnak a placán. Az van, hogy van, érted, és... rágább, vagy nem tudom, ilyen okokból, de... Hát én nem tudom, hogy... De viszont sok helyről meg azt lehet hallani, hogy vennék az új autókat, csak nincs. De hát gyerekek, van. Hát én azt látom, hogy van, amit meg lehetne venni. Lehet, hogy itt a kiszállítással vannak fennakadások, vagy a mit tudom én, nem tudom mivel, de én azt látom, hogy itt az ipar azért működik. És egyébként te már ilyen elektromos autóknak való alkatrészeket is viszel, mert most nagyon beindult minden ugye a gyártás, pörgetik föl, mert 35-től ugye nem is lehet már más új autót, csak elektromos majd gyártani, vásárolni.
Hát amiket én szállítok, az futómű alkatrészek, meg mit tudom én, karosszéria alkatrészek, és hát az természetesen kell, az elektromos autóban is van futómű, meg az elektromos autónak is van karosszériája, meg mit tudom én, van benne ajtókárpit, meg tetőkárpit, meg egyebek, úgyhogy amiket én szállítok, ez tök mindegy, hogy milyen meghajtású az autó, ez kell mindegyikbe, úgyhogy ezzel ilyen probléma nincs. Aztán, hogy most a többi részét mennyire befolyásolja, hogy mások esetleg a meghajtást, ugye itt ez csak a meghajtásnak a különbözősége, hogy elektromosan, vagy éppen robbanó motorral hajtva a járni. Vannak ezek a Tesla kamionok is, tudod most. De hát még nem vezettél. Meg van olyan, nem vezető, is. Ugye olyan is van már, de hát azok még gyerekcipőbe járnak. Hát azt lehet látni. Én mondjuk nem láttam, csak hallottam kollégától, aki járt a Mercedes gyárba például. Meg nem mondom melyik részen, de ott a gyáron belül önvezető kamionok jönnek-mennek, és szállítják az árut. Ott nem kell sofőr, hanem a kamion magától viszi gyáron belül, úgyhogy nem országúton, meg itt tudom én, hanem gyáron belül ott hozzaviszi a különböző, gondolom, alkatrészeket, egyebeket, és akkor beállt a rampára, kinyitják a hátulját, leszedik, fölrakják, aztán megy vissza a dolgára. Érdekes, tényleg már megyünk a Terminátor világa felé lassan, hogy tényleg ilyen segédeszközök, robotok, automatikus önvezető autó. Ja, de hát ez a jövő úgy néz ki. És mondják is, hogy a gyárakban is ilyen robotizálás lesz hamarosan, ami ilyen sok gondot okozhat. Illetve hát bizonyos cégek már is kezdték egyébként. Na, Sándor, nálatok mi volt a helyzet így a háború beindulásával? Hát nagyjából azt tudom megerősíteni szintén, amit a Zoli tapasztalt, mind német, mind francia viszonylatban, tehát a háborús hangulatnak, meg pániknak nyomát se tapasztaltam, tehát semmilyen téren. Tehát ugye nagyon féltek, azért furcsa, hogy ez nekem, hogy jó, persze, hogy közelebb vagyunk, de itt iszonyat pánik volt, a választás is befolyásolta egyébként, szóval igen. Én nem tudom, de nekem az a véleményem, hogy hiába vagyunk közelebb, de legalább annyira védettek vagyunk a háború ellen, mint mondjuk a franciák, de lehet, hogy még inkább. Tehát megvan az oka ennek a pánik hangulatkeltésnek otthon szerintem, de nincs, hogy mondjam, nem. És ott a politikus ezt mondja föl, a Franciaország, Németország már amire láttátok, tehát nem volt ilyen. Ugye most volt választás is Franciaországban nemrég. Így van, de itt nem volt, tudtam, legalábbis abszolút nem volt választási hadjáratnak a eszköze felhasználni a háborúnak a hatásait, akár nem pozitív vagy negatív hatásait. Itt nem volt az ászlóra tűzve. Én úgy érzem, hogy otthon egy kicsit meg, hát bármit. Igen, a pandémia is remek volt, a háború is ilyen szempontból, ezt nagyon rossz kimondani, de én úgy érzem, hogy bizonyos erőknek kapóra jött, és ki is használják ennek a marketing lehetőségeit. Egyébként azt mondtam, hogy hiába nyert a Macron, valahogy gyengült is állítólag, vagy utána volt még valami önkormányzati választás is, vagy nem is tudom, hogyha nem annyira követtem ezeket a részeket, csak... Én sem, úgyhogy ebben nem nagyon tudok állást foglalni, illetve még véleményt sem mondani, mert butaság lenne. Nincs alapja, úgyhogy nem figyelem ennyire még a német belpolitikát sem, pedig gyakorlatilag egy német cégnél dolgozom, és ott oda adózok, stb. A szállak azok Németországhoz voltunk. Tavaly előtt már is tudom, hogy az idő. Igen. Hát. És árakban semmit nem kezdtél, amikor beindult ugye a háború után, nem volt egy azonnali egy hónapon belül mondjuk egy inflációs érzet azért, vagy csak most hoztam. De volt. Volt, és az az igazság, hogy én szinte kizárólag csak élelmiszer
területén érzem a mai nap az áremelkedést. Hát akár ruházati termékek esetén, akár mondjuk a technikai termékek esetén, tehát a TV, igen, így a tartós fogyasztási cikkek esetében sem tapasztalom, sőt, olcsóbbak lettek némely termék, amit legalábbis figyelek. Tehát annyira nem figyelem, de ugye hát azért nyitott szemmel járok. És ugyanez igaz a használt autóra is, amit ugye tényleg én is úgy tudom, hogy otthon Magyarországon én csak elrugaszkodtak az árak, és bevadultak a használt autóárak. Német, a franciát nem tudom, nem nézem, de a németet figyelem, és ott abszolút nem érezhető. Tehát rendiból se rosszabb, se jobb nem lett a helyzet, most így a háborús helyzet miatt, ilyen tekintetben a használt autó árak tekintetében. És úgyhogy én egy... Hát ráéreztem, pont ezt akartam mondani, hogy egy nagy csomagküldő szolgálatnak a logisztikái között mozgok, igazándiból német és a német európai központja és a párizsi nagy logisztikája között. Úgyhogy nem tudom, hogy miket viszek. Én úgy pótkocsikat akaszgatok, és azt viszem A-ból B-be. Ott leteszem, mondom vissza egy másikat. Nincs ilyen szállítási költségek nem nőttek a háború meg a pandémia miatt, tehát ugye erről beszéltük is korábban, hogy néhol valószínűleg ez problémát okozhatott. Vagy az idő nőtt, vagy a szállítás még odaér, vagy az ár, vagy mind a kettő. Hát a költségeit nem tudom, arra az sajnos nincs rálátásom egyáltalán. Tehát nyilván kellett, hogy növekedjen, mert az üzemanyag árak azok egyértelműen ugye növekedtek mindenhol, jelentősen. Most mennyi az országban, mennyi most? Hát 2 euró alatt nincsen. És itt is, ugyanúgy, mint Németországban, itt sem mindegy, hogy melyik napokban tankolsz. Én hajnalban szoktam közlekedni, illetve délelőtt, akkor a délután. 2 és 2.30, 2.40 között azonos autópályán, tehát egy autópályán így váltakoznak. Tehát elég nagy a szórás ilyen tekintetben, tehát akár 30 cent is lehet egy nap. Ugyanaz a szóval a szórás, de 2 euró alatt itt nincs. Ez érdekes. Most látok Angliában, miben más volt a helyzet esetleg? Panda. Ezen téren, tehát a háború konkrét hatásai, akár az üzemanyag, most amiről beszéltünk, hogy megdrágult nagyon, vagy nem? Hát ugye egyrészt mi az ukránokat támogattuk, meg támogatjuk is. De hát szerintem is ez a jó, hogy az ukránokat támogattuk. Nagyon sok ilyen ukrán zászló volt fenn, illetve ukrán menekülteket fogott be az állam. Sok menekült jött el, gondolom. Így van, és ugye mivel a Brexit miatt vízunk kell, ők ezzel valahol így mentességet kaptak. Illetve van egy olyan segély, hogy akik menekülteket fogadnak be, azok kapnak ilyen havi szinten 300-400 fontot. Ez körülbelül azt fedezi, hogy mondjuk az esetleges kisebb számlák így megnövekednek, de most ez nem hú, de nagyon nőnek meg, illetve el tudják látni ezt a menekült számot. Ezt fejenként? Tehát, ha 2 embert, akkor 2-szer, vagy ez hogy? Ezt nem tudom, szerintem ez mondjuk 2 emberig megy. Nagyjából ez úgy szokott lenni, hogy mondjuk egy embernek az élelmiszerrel, amit költ egy hónapban, az ilyen 200 font körül megáll, 200-250. Ugye attól függ, hogy ki hogyan él, de ebből simán ki lehet hozni, sőt még sokkal kevesebből is, de ez egy normális szint. Ma jelenleg, tehát akkor jelenleg is. Így van, jelenleg egy ilyen, tehát magamat tudom mondani, illetve az élettársamat. Nálunk úgy fejenként egy ilyen 200-250 fontból megáll ez a történet, de tudok olyanról, akik még itt Angliában nagyon nagy divat ez, hogy majdnem minden nap még étterembe mennek, vagy elvitelre veszik ezt a kelbe, és hát itt ilyen tékövének nevezik. Indiai étteremből
akár bármilyen gyors értelemből se tett. És ez nagyon meg tudja dobni ezeket. Neki a barátnő angol egyébként, vagy? Nem, magyar. Magyar. És az albérlet, az nem is olyan kérdezte többiektől, de az a megélhetés, tehát az albérlet, és most már a kajáról beszéltünk, az milyen? Nagyon drága, ott Nottinghamben is, Londonban rohad drága, tehát azt meg tudom erősíteni, de... Hát ugye én nem Nottinghamben élek, Nottingham mellett élek, mondjuk, hogyha el akarjuk helyezni, akkor Nottingham és Leicester között, Loughborough-ban, ez is egy város, nem olyan nagy, de van egyetem, stb., szóval ugye eléggé komoly városnak mondható. Itt elrugaszkodtak azért a bérleti árak, illetve ugye az ingatlanokra kivetett úgymond hitel, ezek is elrugaszkodtak, azoknak az alapkamatai. Itt az a szokás, hogy olyan 5 évente változtatják a szerződés kondícióit, és ezért 1-2%-a megnőttek az éves kamatok. Tehát azért az eléggé komoly növekedés. Nálunk is egy olyan 60-70 fontot szeretett volna emelni a főbérlő, de ki tudtuk alkudni, hogy mondjuk egy ilyen 30 font körül, egy ilyen 20-30 font körüli emelést. És hát ugye nem is hajtott el minket, pedig mondjuk megtehette volna, hogy ő azt mondja, hogy neki ez így nem éri meg. Üzemanyag árakra visszatérve, hát ez szépen lassan kúszott felfelé. Most jelenleg ott tartunk, hogy 1 font 89 penny a benzinliterenkénti ára, a gázolajé pedig 2 font. És ezek úgy voltak, hogy mondjuk a pandémia előtt, hogyha arra visszatekintünk, akkor még így a benzin literenként jár ott olyan 1 font 30 penny körül, 35, a gázolajé meg olyan 1 font 40 körül volt. Tehát most, hogyha azt nézzük, én teletankoltam az autómat olyan 40-45 fontért, most pedig a 75 font körül van ez a tankolás. Szóval azért ez eléggé nagy növekedés, és nagyon sokan meg is érezték ezt. És egyébként ott is sokan váltottak, ugye most nagyon ment az elektronos autóra, van ott egyáltalán töltőállomás kiépített rendszer, mert inkább Németország, vagy Ausztria jó abban, tehát nem tudom, hogy emiatt, hogy tudod, drágult a benzin, mert sokan tették mindezt. Hittem, mondjuk most megszívták, majd erről beszélünk, de igen. Eléggé, tehát itt nagyon sok segély van arra, hogy elektromos autót vegyél, de csak az újakra van támogatás, így van. Beszámítják a régi kocsit, vagy hogy? Olyan is van, meg van, úgyhogy teljesen csak naturból megveszed a vonalatúj autót. Illetve a cégeknek vannak egy ilyen úgynevezett scheme-ek vannak, mondjuk ahol én dolgozom cégnél most, náluk van egy olyan scheme, hogy az elektromos autó támogatják, de csak leasingelheted, tehát mondjuk egy ID3-as Golfot, nekem ezt a menedzserem mondta, hogy havi szinten 340 fontért tudnám megkapni, de ebbe az a gond szerintem, hogy mondjuk 2-3 év múlva az az autó nem lesz a tiéd. Tehát ezt ugyanúgy vissza kell adni. Értem. Úgymond csak béreled. És ez nem igazán... Hát az nem éri meg. Nekik az megéri, így van. Így van. Nagyon sok cégnél van ingyenes töltési lehetőség. Most nem sorom fel a cégneveket, de tényleg ez egy jó opció, hogy én azt látom jónak, hogy most már levetett elektromos autókat megveszi az ember egy ilyen 5-10 ezer font között, mondjuk egy első generációs Nissan Leaf, vagy Renault Zoe. Szóval Zoe-t viszik nagyon átokat az első Európában, vagy a olcsó, Renault. Így van, és hát ezeket megveszi az ember, és ingyen jár munkába.
Tehát... De már ott be tudod dugni is, meg akár utána is. Így van. Tehát ez erre tökéletes lenne. És nagyon sokan amúgy már veszik ezeket a plug-in hibrideket, csak elektromos hajtáslánccal rendelkező autókat. Nekem is hibrid autóm van, de nem ez a plug-in hibrid, mert én szerintem most vagy hibrid, vagy teljesen elektromos autó, az, ez a kettő éri meg, ez a plug-in hibrid nem mindig a legjobb. Ja, igen, amennyivel gondolom az drágább, hiszen annyival nem éri meg a különbözetet. Jó, még annyit mondanék, hogy a használt autó árak, hogyha már így ezt felhozta a Sanyi, hogy én a lezárások idején vettem az autómat, most számszerűsítsük, ezt 11.500 fontért vettem, és most úgy, hogy használtam, és azért jó pár ezer kilométert beleraktam, most ilyen 14.000 font körül tudnám eladni. Tehát ez úgymond termelte nekem a pénzt úgy, hogy használtam. Meg mi a hibrid, akkor neked kevesebbet is fogyaszt, tehát azon is forrultál valamennyi? Szó, tehát ez egy most benzines autóról beszélünk, benzin hibrid, és mondjuk hát liter per 100 kilométer olyan 5-5,5 liter között eszik 100 kilométerenként, ami szerintem nem rossz egy kombihoz képest. Hát igen. Nem annyira rossz. Na hát meg akkor még áttérünk a mostani inflációs helyzetre, ami nagyon egyre jobban csak sóflódik, főleg itthon. Ez lenne itt a kérdésem az Zolitól, hogy ugye gyakran jársz Magyarországon is, gondolom, hogy jössz-mész vissza, ugye meg hát itt a környező országokba, tehát akkor látod azt is, hogy a velünk annó még akár majdnem hátrából, vagy max. Egy szinten induló Csehország, Szlovákia, stb. Hogyan áll, meg a ugye fejlett Németország, és azt is látod, hogy meg gondolom ide, fel is idegesít, hogy itthon mennyire előrébb lehetnénk az elmúlt 12 év, ugye EU-s támogatása és stb. Után. De ugye nem vagyunk, és most mindenféle probléma ütötte emiatt fel a fejét. Tehát most pukkadt ki a lufi, ahogy sokan fogalmaztak. Hogy szerinted mekkora itt vannak mondjuk a környező általad ugye ismertebb országokban, mekkora lehet a külső hatás aránya differencia, meg a rossz helyi gazdasági egyéb döntések, kormány döntések. Itt van meg külföldön. Gondolom nagy különbséget érezhetsz esetleg. Vagy azért. Hát igen. Érezhető a különbség, ugyanis az alapvető élelmiszer árak, meg ilyen egyéb élelmiszer árak, amiket én szoktam vásárolni. Amit az előbb mondtam, az étolaj az nagyon durván megemelkedett, az Szlovákiába a duplájára emelkedett, mint korábban volt. De azon kívül más árakban nem tapasztaltam, hogy most a nem tudom én, mi az baguett, amit szoktam venni a Lidl-be, ilyen az ottani pékség által előállított baguett például nem emelkedett jelentősen. Valamelyest emelkedett, de nem durván. Ilyen árcsökkentős hatásokat se éreztél esetleg? Valami mondjuk egy ilyen 10-20%, hogy hoppá, hirtelen lehet, hogy valami mondjuk ott csökkentik az alapélelmiszer áfát, mint Lengyelországban. Ugye én amikor 6 éve kim voltam Krakóba, már akkor 5% volt, de megtartottam, tehát gondolom arra is volt törvény, hogy nem emelünk másnap duplájára a árat. És most ugye már 0% egyébként. Nem tudom, hogy ilyesmit tapasztaltál ott is. Valamelyik országban? Hát én nem tudom, fogalmam nincs, nem követem, hogy melyik ország mennyi az áfa. Magyarországon úgy nagyjából, hogy melyik árónak mennyi az áfája, úgy általában 27%, de így most Szlovákia, Csehország, Németország, Anglia viszonylatában nem nagyon követtem, csak így az árváltozásokra esetleg figyeltem oda. De még mondom, az se volt olyan jelentős, hogy úgy feltűnő lett volna.
És a benzin? Hogy most itt... Hogyan? Lassa annyira? Németország? Az üzemanyag árak, azok szinte mindenhol a duplájára emelkedtek. A korábbi, a háború előtti, vagy a, hát nem tudom, pandémia, meg hát a pandémia, amikor beindult, ugye, akkor csökkentek az üzemanyag árak, mert ugye akkor csökkent a fogyasztás. Igen. De viszont amikor meg itt most beindult a háború, meg elszabadultak az árak itt a világpiacon, akkor meg azt vettem észre, hogy Szlovákiában is a, nem tudom én, 1 euró környéki dízel ár, az fölment 1 euró 80-ra. Uh-huh. 1 euró 90 is volt. És ezt tapasztaltam, ezt láttam Németországban is, meg Angliában is, hogy a, mit tudom én, az 1 font környéki üzemanyagár, az 1,20-1,30 környéki üzemanyagár, az felszaladt olyan 1,80-1,90-re. Uh-huh. De ezt az ottani emberek ki tudják fizetni, mert van olyan fizetésük, amiből ezt ők meg tudják venni, és legfeljebb olyan problémájuk van, hogy hát akkor most mit tudom én, esetleg a sarki közértben nem autóval megyek, hanem elsétálok gyalog, vagy elmegyek biciklivel, vagy nem tudom, hogy ne fogyasszam a rohadt drága üzemanyagot. Hát igen, ez egy nagy differencia, sokan itthon ezt nem veszik észre, ezt olyan sok ismerősöm és még külföldiek is olyan mondtak, akik itt jártak sokat, hogy itt lenne a baj az, hogy nincs elég fizetés, tehát nem a... Hát persze élet drágult itt is, tehát külföld mindenhol drágult, máshol ez nem gond, nálunk gond, mert olyan alacsony a megélhetés, tehát a fizetési mérleg, hogy hát egyszer, tehát megtudja egy külföldi, mindig az volt a tapasztalatom, hogy ilyen 6-700 eurókat keresnek jó esetben, akkor az hogy lehet megélni? Az, hogy ezt hetente kapjátok? Ilyet szokott még visszakérdezni, tudom. Úgyhogy... Igen. Hát jó lenne. Jó lenne, ha hetente kapnák itt Magyarországon azt a pár száz eurónak megfelelő forintot. De nem. Hát itt Magyarországon ugye a hatóságilag szabályozott árakkal próbálják valahogy életbe tartani az embereket. Egy aztán most már úgy... elhúzni a jövőgítjai. Szerintem legkésőbb ősszel ezek is megszűnnek, ahogy most sok minden más is, ugye. A benzin is, már most kongatják már augusztusra, szeptemberre a rangot, hogy ez tartalatlan lesz. Hát a MOL vezérigazgatója már most kongatja a harangot, hogy ezt nem lehet tovább tartani, mert nem bírják tovább tartani. Hiába kapják ők az oroszok olcsón az olajat, amit feldolgoznak, és aztán azt a környező országokba marhadrágán el tudják adni a bevételi árhoz viszonyítva, de igen, ez hosszú távon nem tartható. Egyesült Államokban Feri barátunk nem tud bejelentkezni, mert ő most dolgozik, meg irodába mászkál, meg nem tudom én mit csinál. De lényeg az, hogy én kíváncsi voltam, meg lehet, hogy többeket érdekel is, hogy mi újság az Egyesült Államokban itt az elmúlt időben. Igen, a világ másik oldalán, mert hát ugye a szankciók, meg egyebek, meg a pandémia, meg az infláció az őket is sújtja. Ez a nagy amerikai ellentét, ami a hidegháború óta megvan, és most megint élesedik igazából. Igen, és ő azt mondja, én kifaggattam őt, hát ugye ott is durván megemelkedtek, duplájára emelkedtek az üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy gallononként, ami ugye körülbelül 4 liternek felel meg, ott $5 fölé is emelkedett a gallononkénti ár, viszont azt mondja, hogy az elmúlt időkben az tapasztalható, hogy ez az ár, ez lecsökkent $4.20 környékére. 4.20 környékére. Viszont azt mondja, hogy az ő villanyszámlája az
nem változott számottevően. Valamelyest, mintha több lenne, de nem számottevő a változás, úgyhogy nem olyan eretvágó a változás. Akkor kérdeztem tőle az élelmiszer árakról. Hát például azt mondja, hogy a zöldségek és gyümölcsök ára az szinte majdhogy nem 20 éve változatlan. Azt mondja, hogy a banán kilója 49 cent volt 20 évvel ezelőtt is, meg most is 49 cent. Amikor lehet, hogy azért, mert ugye ott idézőjelben viszonylag közelről hozhatják sokszor, mert... Igen, valószínű, hogy ilyen is lehet, és azt mondja, hogy a csirkeszárny, az ott Amerikában egy ilyen nemzeti eledel, mert az ilyen barbecue-s, mert nem tudom én micsoda dolgokhoz azt használják, azt mondja, hogy annak viszont drasztikusan megemelkedett az ára, az nagyon durván megemelkedett, de viszont az összes többi ilyen steakhús, meg csirke comb, csirkemell, ilyesmi, az meg tulajdonképpen ugyanott maradt az ára, mint ahol. Úgyhogy ott nem tapasztalt ilyen élelmiszer árakba különösebben nagy változást. A tej, amit ő szokott fogyasztani, az is maradt ugyanazon az árszinten, ahol volt, úgyhogy... De ott nagyon kicsik az adók, tehát ilyen. Gombos Edina szokott videókat bemutatni, ugye 5 éve kint élnek a Floridában, és mindig azon nevetek, hogy mutatja a számlát is, a bizonylatot, hogy ilyen 2,5%-os adók vannak a csomó, általában Floridában, de volt, hogy átmentek máshova is, államba, és ott sem volt sokkal nagyobb, vagy volt olyan, ami kisebb is volt talán. Hát ez egy vicc. Igen. Ott valahol... Valahogy gondolom ez a bevett szokás, hogy nem vetünk ki túl sok adót, de azt a keveset, azt viszont piszkosul behajtjuk. Igen, azt hallottam, mert valaki nem fizeti be, meg ott a sztárokat mindenkit lecsuknak, tehát ott nincs a pár. Hát ott nem szórakoznak, hát Al Capone is adócsalás miatt lett lecsukva, nem azért, mert kinyírt nem tudom néhány embert. Igen. Úgyhogy ott az Egyesült Államok az egy kicsit másabb világ ilyen szempontból, de nincs olyan eszeveszett infláció, mint például ami nálunk tapasztalható, mert én azon vagyok megdöbbenve, hogy a feleségem ugye hát ő szokott otthon járni vásárolni. Pesten? De? Meg én is. Pesten, igen, Budapesten. Én hazafelé menet, hogyha szoktam menni, akkor Esztergomba a Pékségnél megállok, és szoktam venni egy pizza szeletet. Na most az a pizza szelet, az 120 forintba került egy hónappal ezelőtt. Aztán a következő alkalommal mentem hazafelé, akkor már 450 forint volt. Aztán következő alkalommal mentem hazafelé, akkor már 500 forint volt. És az 500 forintos pizza szelet az kisebb volt, mint a 450 forintos. Úgyhogy a pizzát nem nyílé, hanem 10 felé vágták, vagy nem tudom, hogy oldották meg. És utána egy hét múlva mentem megint, és vittem az 500-asomat, és akkor látom, hogy ki van írva, hogy 550 forint. Úgyhogy így változtak az árak az esztergomi pékségbe, én erről tudok beszámolni, a feleség arról tud beszámolni, hogy a 420 forint körül azt mondja, hogy ha akciós volt, akkor 399 volt, ha nem volt akciós, akkor 409 forint volt a meleg szendvics krém, ilyen mexikói meleg szendvics krém, amit ő szokott használni, és az most 800 forint. Dupla. És itt ilyen 10-20%-os inflációkról vesznek hivatalosan, ugye, mert jaktól kezdve minden szarba leraknak, és akkor... Hát persze, mert a helikopter alkatrésznek az ára az nem nagyon vált meg az egyéb, hát az maradt ugyanannyi, viszont
az alapvető élelmiszer, hát most a meleg szendvicskrém az nem éppen alapvető élelmiszer, de... De... De margarin, majdnem, de hát... Sima vaj. Ott van például, amit úgy szín az asszony döbbenten nézett, hogy szokott venni ilyen orsi májkrémet. Ez a egy adagos májkrém, ugye egy májkrém, kibontod és akkor rákened két kenyérre. Mondjuk, ha nagyon spórolsz, akkor két kenyérre rákened. És az réges-régen volt, nem tudom én, ilyen 99 meg 110 forint környékén, attól függ, hogy akciós vagy nem. Az most meg 250 forint egy ilyen májkrém. Na, hát... Igen, 50 és 100% közötti emelkedés volt gyakorlatilag, ha úgy nézzük, mert... Igen. Ez nagyon durva, és ezt úgyhogy ez nálunk ilyen dolgoknál elég durván jelentkezett. Viszont mondom, én itt Szlovákia, Csehország, Németország gyors étterembe, most néztem végig, visszanéztem hónapokra visszamenőleg, hogy miket szoktam fizetni, és olyan 10-15% körüli emelkedés látható itt a vásárlásaim alkalmával. A gyors éttermekbe, amit vettem, hamburger, csirke, rántott csirkecombot, stb. Ez körülbelül ilyen 10-15%-kal emelkedett az elmúlt hónapokban. Hát igen, ez... És egyébként Amerikában miket szállít a kollega? Tudod esetleg? Franco, ő egy ilyen papírgyár, akik csomagolóanyagokat gyártanak papírból, ugye mindenféle dobozóknak az alapanyagát, meg egyebeket gyártják, ott dolgozik, és hát nem szokott panaszkodni, hogy megélhetési problémái lennének. Most, ja, régóta, hát ő már szerintem több mint 20 éve, nem tudom pontosan mióta él kint. Amerika, ami viszont rohadtul durva és engem megdöbbentett, most ő lecserélte az autóját. Volt egy Jeep Cherokee, nem tudom én, akármilyen hiper-szuper autója, tök mindegy, de ő neki most megtetszett egy másik autó, és megvette, lecserélte. Ami viszont az ottani, meg egyáltalán az európai előírásokhoz, ilyen biztonsági előírásokhoz képest ilyen fapados, mert nincsen benne légzsák, meg nincs benne ilyen vészfékasszisztens, meg távolságtartó tempomat, meg ilyesmi, semmi, egy ilyen egyszerű fapados jeep, ami nem olcsó, de rohadt drága. Na mindegy, ő ezt megvette, és biztosítást köt rá, ugye, annál a biztosítónál, aminél a korábbi autója is biztosítva volt, és azt mondja nekem, hogy nem értettem igazán, amikor beszéltünk, de valami 80 dollárról beszélt, hogy havi 80 dollár. És akkor mondom neki, hogy havi 80 dollár biztosítás? Azt mondja, nem, havi 80 dollárral több a biztosítás, mint az előző autójára, mivel hogy ebben nincsenek benne ezek a biztonsági berendezések. Uh-huh. És akkor mondom, így most mennyit fizetsz havonta? 200 dollárt? Azt mondja, nem, 250. Uh-huh. 250 dollár havonta a biztosítás az autóra. Hát, ha mondom, az igen. Jó, olcsó a banán, meg olcsó a fizetése, az ottani fizetésekhez képest relatíve. Azt mondja, hogy ő a villanyszámláján nem tapasztalt különösebb változást itt az elmúlt időszakokban. De melyik államban? Mióta? Michiganbe. Mert is az én középső, északi középső, most nem is tudom hirtelen. Hát az ott van, Detroit. Mellett lakik ő, úgyhogy az igen, az közép részen. És akkor már család is ott született, vagy van, vagy nem tudom? Gyermeke nincs, párjával élnek kint. Úgyhogy
És miért döntött, hogy olyan messzire megy ki, vagy nem tudom, ez hogy jött? Hát ő szerelmes Amerikában. Ja, értem. A szabadság ország, ugye. Önála ez egy ilyen becsípődés, hogy ő neki az tetszik, és ő ott akart élni, és megpályázta annak idején. Nem tudom, biztos most is van a zöld kártya lottó. Lehetséges, hogy ma is van, de annak idején volt még, tudom én, ezelőtt 30 évvel, várja? Hát 30, igen, ott a 90-es évek elején ő is pályázott erre a zöld kártya lottóra, és megnyerte. Hát hülyének van szerencséje. Megnyerte a 67-es úton, gondolom. Hát ő mindenfelé járt, ő ott körbe kamionozta egész Amerikát, úgyhogy most mondom, ennél a papír csomagolóanyag gyártó cégnél dolgozik, és hát itt azért megfelelő jövedelemmel rendelkezik, úgyhogy, de egyébként nem, azt mondja, hogy nem emelkedtek. Az üzemanyag az igen, az ugye olyan kettő... Hogy? Voltak tüntetések is, azt hallottam, meg láttam, tehát eléggé hűzöntek. Pedig ha átszámítjuk a 4 literrel, még nem is olyan rossz majdnem, mint itt, bár most már egyre kisebb a differencia, de... Igen. Na hát, az ottani jövedelmek képest sem sok, csak őnekik ugye az hirtelen, hogy mit tudom én, 1,50 volt a gallonja, és abból lett 5 dollár, azért az elég nagy változás. De még azt az 5 dollárt is kifizeti, mert azt mondja a Franco, hogy voltak lent Floridába autóval, és azt mondja, hogy sehol nem találtak, vagy alig-alig találtak szállás lehetőséget, mert az amerikaiak sírnak, mert ők is szeretnek sírni, de viszont meg utaznak, és nem, mit tudom én, 200 kilométert utaznak, hanem 1000 mérföldet. Florida se egy perc, a Michiganből talán. Hát persze, Michiganből Floridába autóval, na. És azt mondja, hogy alig-alig találtak szállást, mert hát dugig vannak a szálláshelyek. De közben meg sírnak, hogy milyen rohadt drága az üzemanyag. Ja, igen, ez ilyen érdekes dolog, ja, hogy... És egyik akkor szerinted így itt például Magyarországon, hogyha erről most beszéltünk részletesebben, hogy itt mennyi a kormány vétke, mennyi a háború hatásai százalékban ezekre a jó kis inflációkra, tehát meg a... Most ugye lesz ez a rezsicsökkentés, ami igazából átalakult rezsinövelésé. Épp ezért mondtam neked, hogy most az elektromos kocsisok jól megszívják, itt esőbb is mondta, hogy ugye voltak most támogatások, hogy vegyél, váltsár, beszámítjuk, meg ez a 2 milliós, hogy mennyi állami kedvezmény. Most ez így visszakérik majd így, mert ugye tölteni kell, akkor jól megugrik a villanyszámra, és most az jó sok többlet fog majd hozzájönni, úgyhogy most azok is megszívják. De hát ez van. Nem tudom, milyen százalékos arányt mondaná, hogy ki hát a bűnösebb a kormány. Én ilyen százalékos arányt nem nagyon tudnék mondani, de én azt mondom, hogy itt a gazdasági problémáknak igen nagy, a gazdasági problémák előidézésében igen nagy felelőssége van a jelenlegi kormánynak. Ez az örökös harc a Európai Unióval szembe, a Brüsszellel szembe, és itt az ilyen hirtelen és váratlan törvényhozás, amit itt előadnak, hogy egyik napról a másikra kiszámíthatatlan, és ez a befektetőknek ez nem tetszik. Most én se tenném be a pénzemet egy olyan... Egy orosz lúra, helyre, olyan stílszerűekre. Egy olyan bankba, vagy bármibe, amiről látom, hogy basszus, ezek egyik nap ezt csinálják, utána másik nap azt csinálják, aztán visszamenőlegesen módosítanak törvényt, aztán meg ilyen adókat vetnek ki, meg megszüntetnek kedvezményeket, meg nem tudom én mit csinálnak. Módosítás. És akkor azt mondom, hogy hát én ide nem rakom be a pénzemet, mert lehet, hogy hónap után nem lesz belőle egy büdös peták se. Úgyhogy így én ezt mondom, hogy ilyen szempontból
ez a kormány gazdasági működésének is a következménye nagy részben, mert ha körülnézünk a környező országokba, ugye a forint romlást nézzük, hogy nem tudom én, 3 hónappal ezelőtt 370 forint körül volt az euró árfolyam, most hajszál pontosan nem tudom, de valahol a körül lehetett, és akkor most pedig van ugye választások után pár hónappal, meg már 400 fölött van az euró árfolyam. Ez 16 is volt, meg a dollár is egyébként. És, hát a dollár is 400 fölött, meg a svájci frank az meg még durvábban. Na mindegy, lényeg az, hogy a környező országokat pedig nézve, hát Románia is ugyanúgy határos Ukrajnával, mint Magyarország, és az ő szomszédjában is háború van, és mégsem romlott annyit a román lej, mint a magyar forint. A zlotyi sem romlott annyit, a cseh korona sem romlott annyit, úgyhogy ez mind azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel itt a magyar kormánynak a gazdaságpolitikája az, ami nem biztos, hogy jó a nemzetközi piacokon, meg egyáltalán a gazdasági befektőknek. Ugye nekik az is volt a programjuk, hogy felpumpálnak bizonyos, hogy ezt ki is mondták, ilyen nagy tőkéseket alkotnak, hogy majd az beleüli a sok pénzt a gazdaságba, felpörgeti, és itten nem tudom, világhírű cégek alakulnak, mint például a Turul, ugye. Tehát ez ilyen érdekes, hogy ugye végül ez láthatóan csődöt mondott, és ugye nagyon a magyar gazdaság nagyon az EU-s támogatásokra is ugye támaszkodott, most az is csökkent, ez mind látszik ilyenkor most ebben a nehéz helyzetben, hogy mire támaszkodott eddig a valójában ugye a magyar gazdaság. Az Európai Uniós támogatásokra arra mindenképpen szükség lenne, és hát annak a megszerzéséhez nem az az út vezet, hogy össze-vissza rugdossuk és köpködjük az Európai Uniót, meg Brüsszelt, meg kell állítani Brüsszelt, meg nem tudom én mit kell csinálni. Úgyhogy én nekem ez a véleményem, hogy sajnos itt a jelenlegi gazdasági helyzet alakulásához sokkal nagyobb mértékben járult hozzá a magyar kormány gazdaságpolitikája, mint a háború. A háború az a választások megnyeréséhez nagyon jól jött a jelenlegi kormánynak. A jelenlegi kormánynak a háború ez nagyon jól jött, és el tudták hitetni a néppel, hogy majd ők megvédenek mindenkit a háborútól, és nem a magyar emberek fogják megfizetni a háborúnak az árát, és de hát sajnos ez látszik, hogy ez hosszú távon nem működik. Először is meg kéne egyezni az Európai Unióval, ugye elsőként be kéne lépni az Európai Ügyészség hatáskörébe. Hát gyakorlatilag már csak nem vagyunk benne, mert a lengyelek is engedtek most egy csomó mindenben, csak kapjanak pénzt. Hát én most ebben nem vagyok képbe, de hogy mi nem vagyunk benne, az biztos, és szerintem amíg ez a kormány lesz, addig nem is leszünk benne, mert nem lenne jó. Itt azért elég sok embernek elég komoly problémákat tudnának okozni. Na, jó, én itt be is fejezem, hagyom a többieket szóhoz jutni, mert most János, már meg sokat láttam. Mi a helyzet? Főleg ott Franciaországban is nézve persze, meg összevetve akár a magyar helyzettel, mert azért te is jössz haza itt egy-két havonta, vagy nem tudom? Hát hogyne, és hát leginkább természetesen a magyar helyzetet figyelem, és napi szinten foglalkozok, legalábbis próbálok én is a belpolitikával, meg a gazdasággal, mert nyilván minden szerettem otthon van Magyarországon. Zoli, minden szavával abszolút egyetértek, tehát az nyilván az infláció valamilyen szinten indokolt, mert akár a pandémia utóhatása, akár a háború hatása nyilván kihat minden érintetre, sőt még arra is, akik közvetlenül nem érintettek olyan országokra is, mert minden mindennel összefügg. Tehát Magyarország... Tessék? Összefügg, hát a globalizáció maga, megvan a pozitívuma, de a negatívuma is, tehát
Így van, pontosan. De szerintem annyira kitapintható, meg annyira érzékelhető Magyarországon, már amit az előbb is elkezdtem mondani, hogy mindent felhasználnak indoknak, és megmagyarázásnak. Most mindenére háború felelős egyébként, amikor megkezdjük azt, hogy most a háború. Most mindenére háború felelős, de most a háború. És ahogy sem a napi híreket, most azért kezd visszagyűrűzni a migránsválság, ja, tehát azt kell visszahozni. Hát a Szerbia felállítól jönnek, azt én is hallottam, mert egy rendészetivel mentem véletlenül, tökéletlenül egy Oscar autóval, és akkor mesélte, hogy Jobbipolda Kelebiába mennek, de és úgy, hogy felszerelkezve adják nekik a mellényt, meg a mindent, mert hát a puskával is jönnek, de azért, mert ugye a horvátok lezárták ugye a határokat most. És hát nem tudom, hogy mitől jönnek most a szárazság, mert most, hogy milyen hatás van, mert ugye nem hallottam. Nem, én attól félek, hogy ez megint csak a médiának hát szól leginkább. Lehet, lehet, hogy jönnek ott éppen 10-20-an, igen, de biztos, hogy nem indokolja ezt a nagy média felhajtást, ja, ami hát megint kell most kialakulni. Így van. Igen, és a gazdaság, tehát az infláció is azért szabadul el ennyire Magyarországon, nagyon sajnálatos módon, szerintem, mert az emberek egyszerűen ideig nem fogták fel, hogy az eddigi kedvezményeket azt is mi fizetjük meg. Nem az állam. A cégeknek eddig se volt, eddig se a 800-as benzin volt, stb. Tehát azoknak nem volt. És akkor átállítják, hogy az élelmiszerekre, csak ezt eddig nem nagyon... Így van, és pontosan, tehát a most érvényben lévő ezek az árlimitek, akár a benzin áronasakkal, akár a nem tudom milyen élelmiszereknek a befogyasztott ára, ezt valamiből finanszírozni kell valakinek, és az államnak nincs... Tehát minden, semmi sincs ingyen, ugye tartja a mondás. Semmi sincs ingyen, és az államnak ehhez nincsen tőkéje, mert honnan lenne. Tehát az uniós források ellapadtak olyan okokból kifőleg, amit az fejtegettetek többek között, ugye hogy az ügyészség tájállának erőt. Ami tulajdonképpen érthető, hogy nem akarjuk az ügyészség hatája alá bevonni magunkat, mert abban a pillanatban olyan bukták lennének, hogy azért nem kapunk támogatásokat. Ja, tehát, igen. Én úgy gondolom, tehát abban a pillanatban, tehát ez annyira egyértelmű nekünk, akik ott élünk, és szerintem mindenki másnak, csak hát a jó, az nem szavazták jó, ezt a parlamentbe, ahogy az ügynök aktáknak, és mindig csak egy pár szavaztak, tehát ez ilyen önbeismerés, tehát Még az MSZP is megszavazta, legalábbis abban, tehát vicc, ami itt van értelemszerűen, mert na, de hát ez van, sajnos ez sokan, ezt nem is tudják, mert ugye, ahogy mondtál, a média egyszerűen nem tudósít, hát nekem nagyon sok ismerősöm, aki nagyon kormányhoz húzott, elmondta, nem mondta a tévé, hát ilyen nincs. Ezt annyian mondták, nekem sem akartam néha elhelyni, tehát nem tudom, ez van sajnos, hogy... Tehát nem tudnak róla, sokan vannak tényleg olyan ismerősök, akik tudom, hogy hát ez egy Jobbikúval rendeket, egyszerűen mivel sajnos azokat nézik, és semmi mást, ezért azt hiszik el, hogy csak az van, hogy buborékban élnek, amit szoktak mondani, tudod. Hát igen, és sajnos az átlag ember tényleg, hogy mondjam, majd túl könnyen hisz a szemének, és könnyű portinteni a szemébe, és ezekkel az intézkedésekkel, amiknek az árát most fizetjük meg, a választások előtti kedvezmények és nagyon jól hangzó ígéretek, a 25 év alattiak adómentessége, tök jó dolog. Nekem minden ilyen rendelkezés nagyon tetszene, hogyha az államnak lenne eszköze ahhoz, hogy ez finanszírozza. De nincsen, nem is volt. Tehát nincsenek bevételeink, honnan lennének, az unióból vannak, amikhez nem jutunk hozzá. Azon kívül, amit ugye te is elkezdtél mondani, ugye, hogy elkezdődött a nagy tőkésítés, azzal sem lenne semmi probléma, hogyha úgy működne, hogy annak kellene, hogy vissza lenne forgatva. Hogy kifele exportba mennyi mindent tudnánk vinni, saját termékek, régen is, régen mezőgazdasági hatalom voltunk 100 éven, meg lehetne sorolni, tehát most meg már mi lassan... Fordítva van. És kevésbé autópályákat, meg stadionokat, meg nem tudom, hogy miket kellene építeni, hanem sokkal inkább mondjuk újra teremteni a magyar ipart, ami jövőt biztosítana. Mert így most megint csak a gyermekemnek, unokáimnak milyen jövőképet vázoljak fel, hogy miben bízzadak.
Tehát Magyarországon se a gazdaság, se az ipar nem számottevő, már azt kell, hogy mondjam. Tehát az ipar, ami működik nagy Magyarországon, ipar az nem a miénk, hanem csak itt van. Igen, ugye a nagy autógyárak, a beszállítók, stb. Tehát ugye az élelmiszerláncok, itt a kajáról beszéltünk, tehát ugye azok is ilyen német, egyéb élelmiszerláncok. Igen. Ha itt valamelyik kivonulna, meg ugye ezek a gyárak, hát én nem is tudom, mi lenne akkor. Igen, pontosan, pontosan. És mi lenne, tehát így is, ugye, tehát annyira... Na, elnézést, csak én éjfélkor keltem, úgyhogy egy kicsit már ezekben fogalmazom, de annyira szembetűnőek is számomra, legalábbis eddig is ezek az intézkedések, na, hogy csak arról szóltak, hogy népszerűsítsék a jelenlegi regnáló hatalmat. Így van, így van. És most kezd visszaullani a fejünkre. Most kezdik megszigorítani a fiatalokat támogató rendeleteket, ott is szigorítják. Ugye most ez az adó, a kata adónak a módosítása olyanban, hogy tényleg embereknek százezreinek okoz most fejfájást. Lehet, hogy meg tudják sokan oldani másképpen, de az biztos, hogy nem fognak annyira, nem azt mondom, hogy annyira jól járni, de biztos, hogy rosszabbul járnak sokkal, mint idáig. Tehát rögtön más lesz náluk is a matek. Ha meg ez a rezsi tényleg, ugyanez, ez a hatalmas rezsi. Ugyanez a rezsi, így van, ugyanez a rezsivel is, tehát egy rezsi. Mi lesz télen basszus, mert fűtésnél nem tudunk keveset használni. Úgy megdobja, most is még tavaly is néztem, most megdobta a számlát. Igen, és ugye igen. És ugye hogy mi az átlag fogyi. Hát most... Tök jó, de hát az tényleg úgy megugrik, attól függ, hogy milyen kütesz, de tök mindegy, hogy villany vagy gázom, mind a kettőnél ugye megszívjuk jelen esetben. Úgyhogy egyről a P-táv, azt hiszem, az egy ilyen köztes dolog, tehát a valaki, vagy főtáv, attól függ, ugye, ahol, tehát a távfűtés, hogyha az állítom még a legjobb eset most, ugye elvilegben, de hát azon kívül a fa is állítom nagyon megdrágul, tehát aki fával, szénnel fűt, az szinte nem járt az utóbbi egy-két évben, és támogatásokat sem nagyon kapott. Úgyhogy hát ezen kéne valahogy változtatni mindenképp, az biztos. Meg hát sokszor, nagyon sokszor a gazdag réteg jár, úgy vannak bizonyos támogatások is, hogy ugye mindenkinek jár. Most aki 2 milliót keres, annak miért jár? Akárcsak mondjuk egy 50%-es támogatás. Érted? Neki az mivel jelent jobbat? Anélkül ugyanúgy. Hát igen, sok komoly probléma van, így van. Tehát rendesül azokat az ágazatokat, azokat a vállalatokat, amiket igazándiból meg lehetne adóztatni, azokat még nem adóztatják meg extra adókkal, szerencsejáték ZRT. Kedvezményeket is kaptak, nem, hogy extra... Hát, igen, úgy vagyok. Nem tudom, én sajnos nem tudok optimista menni pedig előre. A vezető réteg hatalmas fizetést emel. Most olvastam, hogy 500-es emelés lesz a... miniszterek, államtitkároknál, akkor korábban ugye minisztereknek is volt egy duplázás, szóval igen, nem is az a baj, mert azt mondják, hogy ugye egyébként európai szinten nem olyan sokat keresek az itteni vezetők, viszont hogy a legrosszabb időbe emelik ekkorára, az már egy arcátlanság fog, tehát na mindegy, hát ez van sajnos. De akkor te is azt mondod, amit az Oli is mondott, ja, mint a kormánynak nagyobb a bűne úgy van, mint a háborúnak. Amivel próbálják hát én nem is látom indokoltak, tehát a háborúnak vannak ilyen nyilván másodlagos hatásai, ugye főleg az energiaordozókkal kapcsolatban, de egyébként... Három mezőgazdaság az olaj, ugye, mint mondott az Oli, de... Így van, tehát ilyen közvetett hatásai vannak, de egyébként, tehát nekünk nem kellene legalábbis agyba főbe fegyverkeznünk, nem tudom, tehát ettől is félek, hogy itt is valami pénz kicsurgatás. Na most a katonaságra most nagyon, most keresnek is mindenkit meg. Most hát igen, de kérdem én, András, minek? Tehát mi az a fegyverzet, ami megvéd minket az orosz mumustól, mert most ugye nyilván tőlük félünk, idézőjelben, nem az ukránoktól. Tehát mi az a fegyverzet, hány ember, hány tank kellene hozzá? Igen, főleg akkor, hogy ne adja Isten, de atomháború, akkor tök mindegy, akár 800 ezer embert is sorozhatunk. Persze. Minket ami megvéd, az Unió és a NATO ereje, ami mögöttünk van. Az most is mögöttünk van.
akkor minek agyba főbe fegyverkezni? Minket nem fog megvédeni még plusz 10 grippen. Most csak mondtam valamit. 5000 ember. Így van. Így van. Tehát ez megint csak egy olyan ürügy, hogy amivel meg tudják mondani, hogy kérdezünk. Mert vagyunk, mint rég a régi szép időben itt van, katonaságban ölünk pénzt, és akkor így lehet így tudod lopogtatni, hogy jókor. Így van. Egy igazolás, igen, hogy, hogy hova tűnt egy csomó pénz, mert ugye rengeteg pénz eltűnt. Persze, itt lehet a pandémiás intézkedés, mennyi 16 ezer lélegeztető, meg mi lehetne sorolgatni, itt az ingatlan ügyek van. Igen. Amíg érdekes, amikor a Gyurcsány ugye kijött az összedi beszéd, ott azonnal minden, ilyen spontán tüntetéset nem kellett szervezni. Most meg bármi történik, hát egyedül talán a netadó volt ugye, ami kivette az a 2-300 forint, vagy 1000 forint maximum, kivette a biztosítékot, azt ennyi. Hát ez eléggé durva, hogy azóta gyakorlatilag bármit meg lehet tenni, én ezt érzem sajnos, azért van itt apátia sokaknál. Mert meg igazság szerint az, hogy 1 millió ember, vagy akár több, így hallgattam minden onnan belsősebb emberektől, hogy 1,2 is kimehetett már egyébként, hát nem hivatalosan. Az is azért hiányzik, tehát az ugye látszódna tömegbe is valószínűleg ugye az elégedetlenség, meg ugye a szavazatoknál is. De hát ugye ők így szavaztak a lábukkal, ahogy szokták ott mondani. És egy arány. Londonban eléggé más is lett a szavazás eredménye 4 éve, meg most is. Be se jutott volna szinte a parlamentbe a itteni kormány, úgyhogy... Hát ez van. Nátok mi a helyzet, Panda? Nem nagyon boldogabb, vagy a te véleményed se, akkor... nálunk ugyebár azért voltak tehát akkor... Hát nálatok Angliában a Brexit volt egy nagy súlyos dolog most, ne gondolom, ugye, ami... A szavazás is nagy ellentéteket hozott, meg nagyon szoros is volt, ha jól emlékszem, ugye? Meg most az utóhatások, és akkor most még erre jött ez a jó dolog is, tehát... Így van, tehát ez a Brexit, ez kicsikét kivett a gazdaságunkból, de szerintem utána már beindult, tehát nálunk nincs az, mint például Magyarországon, hogy mondjuk elmennél egy farmerhez, és mondjuk 8-szoros áron, vagy tehát többszörös áron tudod megvenni a terméket, mint egyes üzletekben. Természetesen, hogyha itt is elmész egy helyi farmerhez, azért egy ilyen 50%-kal drágábban esetleg. De az valószínűleg finomabb is, vagy jó, vagy frissebb, nem? Tehát... Egyértelmű, tehát ennek megvannak az előnyei, nem annyira van telenyomva szerekkel, esetleg a hús, vagy nem annyira van felvizezve, de itt azért próbálják azt, hogy mondjuk a helyi boltláncukban a hústermékeket, zöldségeket így a helyi gazdáktól szerzik be, és mindegyik terméknek a csomagolásán, amik ilyen úton lettek beszerezve, azokon rajta van egy ilyen piros traktor, tehát ez egy tök jellegzetes kis jelkép, és így tud pörögni a gazdaság szerintem. Én mondjuk, hogyha most így a katás adózásról kell beszélni, vagy ezt is említettétek, én még ezt nem láttam tarthatónak, ezt a katás adózást, de ez igazából Magyarországnak a gazdasági hibája, mivel ugye befizettünk egy fix összeget, és aztán nem is tudom, 10x millió forintig adómentesen lehet tárgyalni. Most vették 16-ra, vagy hogy? Így van, tehát ezt tényleg nagyon sokan ki tudták használni. Jó is volt nekik, csak hogyha így nagy szemmel nézzük, vagy így távolról nézzük, akkor így mondom, így az egész kihatása ennek nagyon rossz volt. Tehát a államháztartásnak ez egy full nagy deficit volt. Itt a gyermekedő... Ez is ezt a kormány vezette be korábban. Vagy akkor inkább amiatt megint egy választások előtt talán, nem hiszem, hogy nem most, hanem még korábbi választások. Hát nem is tudom, ez a kata talán 2012, vagy... 3-4, hát egy 8 éve, 14, akkor pont választás volt, úgyhogy... Igen, de hát akkor bevezetve, lehet, hogy ezért, sőt valószínű.
De már nem tartottam. Azt mondják egyébként, hogy év, adó év közben, közepén hozzák meg, váratom, hirtelen nem is az, hogy, hát az is persze rossz, hogy ezt meghozzák, de nekik, de az, hogy tudod, adó év közepén, tehát az megint a kiszámíthatatlanság, visszatérünk ide. Igen, tehát ez egy rossz dolog, itt például Angliában legalább várnak, szóval áprilistól áprilisig van az adóév, és itt április után van változás, általában fizetésemelések akkor szoktak jönni, ha meg nem jönnek, akkor hőzöngenek az emberek, tehát... De egyébként ez is rossz, hogy itthon meg akkor szerint ott is, jó esetben is évente lehetne jogilag fizetésemelés, de az infláció tényleg olyan nagy, mint az Oli is mond, én 4-5 hónapja vagyok itt fenn Pesten, Pécsről, és az ebéd az duplázódott menükára. 4-5 ideig folyamatosan mondja az Oli, hogy havonta, ugyanúgy a kaják is, a kifli is már 90-100 forintot sorolhatnak, úgy napesti. Tehát itt az van, hogy ez nincs kordában tartva semmilyen módon, utam módon, és a fizetésed akkor folyamatosan csökken, akkor még ott az infláció, ami szintén főleg külföldről csökkenti fizetése lehet, ha kimész mondjuk nyaralni. Jövőre már Horvátban is azért necces lesz a 4-500 euróval. Szóval, igen. Szóval, amit mondtál, hogy jogilag évente lettem el, szerintem ez nem igaz, tehát bármikor vagy lehet. Nem is azt mondja jogilag, de gyakorlatilag nem lehet látni. Ez a szokás, akkor inkább ezt így mondanám, tehát ez a bevett szokás a cégeknél. Tehát nálunk is, amelyik cégnél én dolgoztam a pandémia kezdetekkor, annál már dolgoztunk kb. Egy éve, és voltak ezek a lezárások, és én akkor folyamodtam arra, hogy hát akkor kéne egy kis fizetésemelés, mivel a szomszédos cégeknél, tehát konkrétan tényleg ott volt a másik cégnek a telephelye, konkurens cégeknél, ott voltak fizetésemelések, és többet lehetett keresni egyértelműen ugyanazokkal, vagy jobb munkakörülményekkel. És hát nem igazán akartak erre egy konkrét választ adni, azt mondták, hogy majd áprilisban vagy. Tehát így elzavartak ezzel a dologgal. És ennek az is lett a vége, hogy én felmondtam ott, és abban az időszakban, amikor én visszajöttem, én általában júliusban szoktam hazamenni Magyarországra pár hétre, és ahogy visszaérkeztem, akkor nagyon radikálisan nőttek például a kamionosoknak a fizetései. Így van. Itt nálunk, nem tudom, hogy Magyarországon mi volt ezzel kapcsolatban a helyzet, de én nekem ezt pont kapóra is ki is használtam. Uh-huh. És visszakanyarodva úgymond a gazdaságra, például mondjuk akkor az angol gazdaság, tehát volt ez a furlough nevezetű dolog, ami az állami segítség a munkanélkülieknek, mármint a lockdown alatti, a lezárás alatti időszakban, ugye, hogy segítség a cégeket, hogy 80%-ot fizettek az embereknek az adott bérükből, maximum 2500 fontig. Ennek az lett az eredménye, hogy az államadósság nagyon megnőtt. Ezt ki is gyűjtöttem, hogy 2019-ben 1890 milliárd fontnyi államadóság volt, és 2020-ra 2204 milliárd lett. Tehát iszonyatosan. Iszonyatosan. Most 2021-re is nőtt az államadóság, de természetesen ez így volt fenntartható. Én nem... Jó is volt az embereknek, tehát ha úgy nézzük, a kormány inkább azt mondta, hogy az embereknek kedvezzen, de ugye ezt mi fogjuk ugyanúgy visszafizetni, ahogy Sanyi is mondta, tehát itt is az emberek fizetik vissza a különböző adók formájában, tehát nálunk is emeltek a National Insurance összegén is, százalékosan, szerintem egy ilyen 5-10 százalékot ott is azért emeltek.
És hát ezt is azért kicsit megérzik az emberek. Ez az egészségügyi biztosítás, vagy? Igen, tehát ebbe így a, mondjuk úgy, hogy a TB van benne, még egyéb kisebb dolgok is benne vannak. Most ezeket nem tudom felsorolni, de főleg, hogyha úgy nézik, a TB van benne. Magyar szemmel nézve. És most is próbálnak segíteni az embereken, itt Angliában például a busztársaságoknak adnak támogatást, hogy például a buszjegyek ne szálljanak el. Erre adnak 1,2 milliárd fontot a busztársaságoknak, ami megint csak olyan szempontból rossz, hogy az emberek fogják kifizetni. Például én nem megyek busszal, tehát nem szoktam busszal közlekedni. Te is fogod és akkor én ugye nem élvezem ezt a ennek a jó oldalát. Tehát amúgy buszközlekedés az elég jó kiépített, mert például Amerikában, amit emlegettünk, ott mindig az idáig mondják, hogy nagyon rossz, tehát alig van, nem létezik. És még drága is. Azt hiszem, néhol, nem mindenhol, de... Hát... Ja, Londonban ott az emeletes busz, azt mindenki ismeri, hát én szimbólum. Nagyon pontosabb nem tudok mondani, hogy én nem használom ezeket a tömegközlekedéseket. A vonat is, ugye Harry Potter minden filmben benne van, az is azon népszerűnek tűnik, aztán nem tudom, hogy mennyire használják is a való életben, ugye. De párom például használja, és nála szokott lenni az, hogy ő például munkába szeretne menni, akkor azért van úgy, hogy kimarad valamelyik buszjárat, és meg óránként jár. Úgyse gyakori. Tehát, és ezt most nem játszhatod el mindig, hogy bemész a munkahelyedre, mondjuk egy 20 percen később, és azt mondod, hogy hát késett a busz, tehát nem fognak jó szemmel nézni rád szerintem, hogyha egy héten egyszer-kétszer játszod ezt. Meg van úgy, hogy végez a műszakkal, ő délutános műszakban dolgozik, 11:30-kor végez este, és éjfél körül indulna a busz, és volt már olyan, hogy hajnal 3-kor jött a következő, tehát... Igen, és ha jól tudom, akkor neki 6,5 font volt oda-vissza a buszjegy, ez egy olyan egy irányban olyan 15 kilométer, most 7,5 font. Tehát nem tudom, hogy ez a segély, amit most vezettek be, vagy most fognak adni a busztársaságnak, mikor fog életbe lépni, és hogy hova fog visszamenni a buszjegynek az ára. Hát igen. És azért te is jársz gyakran haza? Néhány havonta legalább? Vagy ide vagy a buszágon? Nem. Szóval én nem szoktam úgy hazajárkálni, én évente egyszer szoktam. Most ugye, hogy főleg, hát amikor bejött a pandémia, és a lezárás, én közel 2 évig nem is tudtam hazamenni. Tehát pont úgy jött ki a lépés, hogy nem tudtam hazamenni. Nem lehetett jó azért. A így család az itt van egy része a rokonság, gondolom még mindig, tehát akkor legalább nagy része. Hát igazából mindenki. Őszintén. De még vannak itt még amúgy támogatások Angliában. Nem tudom, ezek mennyire érdekelnek. Mondjuk itt szoktunk, nem szoktunk, hát kell council taxet, önkormányzati adót fizetni. Ez városoktól, falvaktól eltérő, de mondjuk mi például olyan 135-40 fontot fizettünk eddig, havonta. Most ez felment, így van havonta, most ez felment egy ilyen 150-155 fontra, és most erre jött egy ilyen kis segítség, hogy az egyik havi ilyen önkormányzati adószámlát ezt nem kell befizetni, illetve fogunk kapni elvégben 400 fontot arra, hogy a megnövekedett gáz és villanyárakat tudjuk fedezni valamennyire. Mert ez egy kis egy ilyen
másfélszeresére nőttek, illetve október-november körül jósolják azt, hogy még akkor is nőni fog legalább egy ilyen 20-30%-ot. Tehát ez inkább itt az érezhető oldala, például egy háborúnak. Egyébként az igaz, hogy ott azt a rezsit ilyen kártya, lehúzod azt, hogy ki is fizetted otthon. Nem tudom, nálatok is olyan van, de egy csomó helyen van olyan Angliában, hogy simán lehúzza a kártyát, ki van fizetve, ennyi volt. Az a régi rendszer, én úgy tudom, hogy az a régi rendszer, nálunk automatikusan, tehát van egy számláló, és nem is jön ki olvasó. Tehát ugyanúgy, mint Magyarországon, hogy bejelenthetette a mérőóra állásodat, de igazából nem kell, mert tudják pontosan, hogy mennyit kapsz, vagy mennyit használtál. Egy általány díjat fizetünk havonta, és mondom, ez a kártyás megoldás, ez a régi rendszerben volt, és ez már nagyon, hát nagyon kihaló félben van. Tehát Nem jelent. Na, bocsánat, egy picit beleugatnék, szabad? Persze, nyugodtan. Na, Panda, egy olyan kérdésem lenne, egy magyar internetes portálon láttam valami olyan főcímet, mert a cikket nem olvastam el, mert mondom, ez baromság. Maga a főcím, hogy Angliába már az embereknek azon kell gondolkodni, hogy fűtsenek vagy egyenek. Hogy most olyan iszonyatos drágaság van, és olyan iszonyatos infláció, hogy ezt kell eldönteniük, hogy most majd a fűtésre lesz pénz, vagy enni tudnak, vásárolni tudnak a boltokba, hogy ez tényleg így van-e? Ezt már szerintem említettem így a beszélgetés elején, de most jelenleg úgy van, hogy szerintem egy minimálbéres fizetéssel lévő ember is el tudja magát tartani. Csak annyi a különbség, hogy most már kevesebb marad. Tehát szerintem egy ilyen 200 font körül biztos marad egy személynek, de akkor még nem használta a tömegközlekedést, meg ilyen-olyan dolgokat, de erre vannak különböző segélyek. Például fél áron tudja megvenni a busz bérletet, stb. Hol mit? Mert erre azt mondanám, tehát például Nottinghamben nincsen metró, villamos van, egyéb parking ride-ok, amik nagyon jók szerintem. Ja, én rollerek ott is jellemzőek? Mit ugye annyi van most? Roller, de most így a park and ride-ra arra gondoltam, hogy van egy tök ingyenes parkoló mondjuk a városnak a szélén, és így van. Tehát az a park and ride. Az a park and ride. És akkor ott a villamos, felszállsz és mész. Tehát ott hagyod az autódat abba a parkolóba. És ez nagyon jó megoldás. Én például ezt szoktam használni. Tehát ezt szoktam és használni. És egy ilyen hibrid megoldás, úgy van. A hibrid autóval hibrid megoldás. Így van. Tehát elmegyek Nottingham széléhez, ott leparkolok, és akkor bemegyek. Oda-vissza a villamos jegy. Nem is tudom, 5 fontba maximum megáll. Tehát, de mondjuk az egy olyan jegy, hogy egész napra tudod használni. Értem. Még Londonban egy egész napos jegy, mondjuk a túlmány van a csúcsidőben való közlekedés, a csúcsidőn kívül. 2 évvel ezelőtt volt olyan 16 font talán egy főnek. Tehát egy egész napos. Tehát teljesen más árak vannak ugye térségekhez. Tehát térségtől függően teljesen más árak vannak. És Zolinak a válasz pedig így rövidebb tömören szerintem ez egy abszolút baromság. Tehát nem hiszem, hogy valakinek ez valami valószínűleg túloldal. Ja. De ugyanúgy, mint Amerikában itt is sírnak. Tehát ugyanúgy, mint Amerikában itt is sírnak az emberek, mert ők nincsenek ehhez hozzászokva, például onnan
például mondjuk magyar ember vagy lengyel ember jött, elnézést, a háttérzajért, hogy nálunk az, hogy egy ember például nem tud eltartani egy háztartást szerintem. Tehát az nagyon ritka. Van itt nálunk, mondod? Így van, így van. Persze, hát tehát mi ezt szoktuk meg, és például számomra, hogy bármelyik magyarnak, aki kijön, ő teljesen megdöbbenve, hogy maga el tudja tartani az egész lakást. De ez is térségfüggő, tehát Londonban ez nem megvalósítható, más városoknál azért ez meg lehet valósítani. Uh-huh. És akkor itthonra te is úgy érzed, már amennyire, mert ugye nem jössz haza ritkán, de hogy a hírekből, hogy inkább a gazdasági politika negatív oldala okozza itt a bajokat, vagy azért a háború is, ha mondtad, hogy azért árnyaltabban nézzük, ugye a Katárt is lehet végig is két oldalról nézni, ilyen szempontból, amit mondasz, hogy a láztatás hiányt neveli, és a többi, tehát... Igen, szóval... Itt annyira nem követem a politikai életet például Angliában, de például Magyarországon személy, nekem is az a véleményem, hogy ott a politikusok főleg most már végig is teljhatalmon van az uralkodó. Tehát arra megyünk, amerre ő mondja, és általában az van, hogy valahogy a pénz mindig hozzájuk vándorol. Hát az EU, az a gond, hogy az EU támogatta vicces módon őket, ha azt nézzük eddig. Ha korábban lett volna ez a helyzet, akkor szerintem itt azért másképp lenne, ugye. Tudjátok. Tehát az EU akaratlanul támogatta, azzal nem volt elég kemény tök is okály. És ugye az ügyészséget én úgy csártam meg az ügyészséget, az összes államra néz, vagy aki belép az EU-ba, az mindjárt ezt vállalja az ügyészség, az EU bevezetése 5-10 éven belül, ha lehetséges, persze is látta arra utató jeleket a gazdaságban. Tehát én ezeket tudtél bevezettem volna, csak valamiért ezt nem merték annól meglépni, és hát azt mi addig, az árát addig azt is fizettük. Most kezdenek ébredezni, nem tudom, hogy te is így érzed, de... Szerintem, hát ugye most én furcsán mondom, de ugye mi összevesztünk az EU-val, tehát ezért is volt a Brexit, tehát nálunk ez nem ment. Ott is vannak furcsa dolgok ott az Európa Parlamentben, de mondjuk megoldásnak, hogyha úgy nézzük ilyen gazdasági megoldásnak Magyarország, szerintem az lenne, hogy az eurót bevezetni tényleg. A horvátok is erre hajlanak, ha jól tudom, náluk már jövőre. Januártól akkor már náluk lesz is. Teljesen más lesz ez a történet, és például Szlovákián... Is van szlovének, mondták, hogy milyen rossz, mondtam, te Zoli ezt tapasztaltad, hogy eleinte jaj, de nehéz volt az első, de szerintem ez mindig így van, aki vált. A németek is 2002-ben voltam pont a váltáskor a távoli rokonoknál, és ajróztak, csúf nevekkel, ezért utálták, aztán most már ott imádják. A szlovákoknál ugyanúgy hallottam, hogy voltak nehézségek, azt most meg már mindenki, nem tudom, ezt Zoli, ott mennyit jár Szlovákiába így. A szlovák cég. Hát én euróba kapom a fizetésem, úgyhogy köszönöm szépen, jó vagyok. Örülök neki. De már örülsz, hogy gyenge forintnak, nem? Azt szokták gondolni, hogy... Hát én szomorú vagyok, mert sajnos az országnak nem jó. Legalábbis az ország lakosságának, az országban van egy bizonyos réteg, akiknek jó ez a gyenge euró, vagy gyenge forint. Euróba kapjuk, átváltják, kedves kék, és azért volt a monetáris politika ilyen sajnos az elmúlt években, ugye az MNB, hogy hát örültek is neki, hogy Igen, hogy ezzel tudják pörgetni a gazdaságot, hogy ugye amíg áru kifelé megy az eurozónába, azért ők eurót kapnak, és akkor minél gyengébb a forint, annál több forintot lehet kapni az euróért. Valami ilyesmire tudok én gondolni, de lényeg az, hogy mesterségesen tartották ők az eurót, mármint a forintot ilyen gyenge szinten. Aztán most meg beütött a probléma, mert hát tőlük függetlenül még gyengébbre tették a forintot, mint ahova ők gondolták. Nem tudom, hogy én nem
nem látom én ezt át, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, de én nem nagyon örülök, mert itt viszont sajnos a kis emberek megint a legalja, látják. Igen. Kis emberek látják ennek a kárát, hogy itt gyengül a forint árfolyama az euróval szemben, és akkor... dolgozza, aki a legszorgalmasabb, még a szegénynek is az, ha még van miből, az fogja a legrosszabbat, nagyobbat szívni. De hát ez mindig szinte így van szakon, de ez már jól becsülni. Meg most itt, mit tudom én, nézzük csak az energiaárakat. Ugye az energiaárak azok a világpiaci árhoz igazodnak, és a világpiaci elszámolás az nem forintba történik, hanem euróba, meg dollárba. Ja, akkor az is megdőlve, nem csak a és az is sokat nyom az áron, és akkor nem beszélve arról, hogy ami élelmiszeripari termékeket, meg egyebeket behoznak külföldről, mert hoznak be ugye mindenféle dolgokat külföldről, mert Magyarország nem önellátó, sajnos. És azok megint csak növelik az árakat, úgyhogy ez a gyenge forint, ez sajnos lecsapódik ott a bevásárló kosarakba is. Úgyhogy ezzel ennek én nem örülök. Annak örülök, hogy kapok fizetésemelést, itt tudom, hogy 2-3 hetente. Átvitt értelemben, mert a, nem tudom én, a 2000 eurós fizetésem az nem 760 ezer forint, hanem 800 ezer, vagy 820 ezer, vagy 840 ezer, attól függően, hogy mennyire gyenge a forint, de ez nekem olyan túlzottan nagy örömet nem okoz. Felhiszem ilyen szempontból, hogy... És hát nem tudom, mi a véleményetek, hogy utolsó kérdésként, hogy ősszel mi lesz itt a helyzet, rosszabb lesz valami, ezek a hírek, hogy akár gázelzárás lehet, akkor lehet, hogy ez az infláció már ugye évvégére 450-500 közötti forint-euró árfolyamat mondanak, meg akár benne dollár, meg egyebeket is. Ezen kívül ugye azt prognosztizálják, hogy ugye ez a rezsicsökkentés, ez ugye szeptembertől, októbertől lesz igazán durva, aztán mondom, hogyha nem változtatok rajta semmit, akkor nem tudom, mi lesz télen, tehát alaplogika, tehát akkor azt nem sokan elgondolni, akkor mindenki kint fog majd fagyoskodni, vagy hogy. De nem tudom, mi a véleményed, mondjuk Sándoros nem beszéltél, hogy merre haladhatunk, nagyon a mélybe, vagy van még kifelé remény, egy kis világosság? Nem vagyok optimista, nem látom az okát, hogy mi tudna javítani a helyzeten. Ez a helyzet, hogy nem látom, hogy mire lehetne számítani. Nem tudom, ismeritek a Fallout című játékot, hát én pont nemrég játszottam vele, és mindig, amikor játszok vele, akkor kicsit így félek is, hogy most lehet, hogy a jövőt látod, tehát így, mert az arról szól, hogy egy harmadik világháború után atomháború volt, ugye leköltöznek az emberek ilyen bunkerekbe, mert egyébként most lesz belőle a sorozat is végre, egy 10-20 év után, és az Amazon lesz. És ugye hát arról szól, hogy hogyan megy, kicsit mint a Mad Max, aztán ugye is felettitek ugye régi időből is. Tehát ez a kettő nehogy valóságá váljon. Ugye ott a benzin, meg az autó, meg a kormány, már szent. Mert hát már nem olyan láttak egy ideje. Vagy ha igen, akkor aranyáron. Ezek is ilyen érdekes dolgok. Egyébként a benzint is mondják, hogy sajnos valószínűleg ugye még akár mint 1000 forintig is elmehet. Tehát itthon, úgyhogy... És igazából most, hogy ilyen rosszak a rezsi arányok majd, tehát most még az elektromos autó is rohadt rá lesz, úgyhogy megfizeti majd a villanyszámlán. Úgyhogy akkor nem vagy, akkor borulátó vagy egy picit, de nem azért, mert depresszív vagy pessimista lennél, hanem... Nem azért, inkább sajnos csak realista vagyok. Hát nem látom az indok, tehát nyilván fogunk valamiféle uniós segítséget kapni, mert egyébként ezt is mai hír volt, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, hogy az unió vizsgálja a magyar kormány azon bejelentését, hogy háborús helyzet van Magyarországon most. Három dolgot is vizsgálni, illetve kettős árszabályozás. Hát, igen, mert hogyha a nemzetközi jognak megfelelően van háborús helyzet Magyarországon, akkor
uniós szabályozás szerint egy csomó támogatásra jósult Magyarország. De hát én attól félek, hogy nem fogják tudni megállapítani azt, hogy ez a kijelentés ez valós, vagy alátámasztható, hogy háborús helyzet lenne Magyarország. Tehát ez egy jól hangzó, szokásos, jól hangzó politikai szlogen. Bocsánat, Sanyi, beleugatnék. Nem háborús a helyzet, hanem energetikai vészhelyzet van Magyarországon, meghirdetve a miniszterelnökünk által. Úgyhogy a háborús vészhelyzet az már egy régi dolog. Ja, igen, most igen, ő napokban. Most ők az energetikai vészhelyzetet hirdették meg, és ugyebár az Európai Unió meg néz tágra nyílt szemekkel, hogy basszus, hát most akkor mi van? Ellátási problémák vannak Magyarországon? Vagy mi történt, hogy mi az, hogy energetikai vészhelyzetet hirdet a kormány? Úgyhogy igen, ezzel kapcsolatban vannak itt a problémák, én ezt olvastam. Teljesen igazad van, igen, és ugye mindezt úgy teszi a magyar kormány, hogy hát nem tudom, talán csak mi vagyunk, akik még olcsón kapjuk az oroszoktól a gázt. Tehát, és így van nálunk energetikai vészhelyzet. Érdekes dolgok ezek. Hát igen, megmagyarázhatok. Valaki hazudik, valami bűzlik, egyik vagy a másik oldal, de biztos. Igen. Hát én az egyik oldalra tippelnék, aki hazudik. Nem kell Kalambónak, meg Sherlock Holmesnak lenni ahhoz, hogy erre rájön. Mégis milyen érdekes sajnos a választások között hányszor kiderült, hogy mi a krumplizsák országa vagyunk, meg az egyszeri plusz bevétel országa. Hogyha az megvan, akkor már jöhet. Előre nem tudunk gondolkozni hosszú távra soha, hanem rövid, azonnali 100 000 forintot akarok. Tehát így, hát igen, András, de most ezzel a kata változtatásról sokan kaptak egy pofont. Tehát nekem mégis meggyőződésem volt, hogy a Fidesz szavazóinak túlnyomó része... Nagyon sok a komment a Facebookon. Idézőjelesen érvekszavazó volt, tehát igen. Meggyőződésből szavazott a Fideszre, nem egyszerűen az érdekeit ezt szolgálta. Nekem is mondta sok ilyen ismerős, és most van erről cikk, hogy a Facebookon, a nem tudom melyik honlapokon, sorba írják rá, hogy én önökre szavaztam, de ez már elég legyen meg, hogy ez most ezzel nem értek egyet, és hogy hagyják tehát most kifakadtak, igen, azon az oldalon is. Igen, és mi csak most indultunk el a lejtőn sajnos, tehát a jég egy csúcsa, ahogy szokták volt mondani. De és te is ilyen vagy, Panda? Onnan messziről? Hát borulátó vagyok persze, de hát én ezért is költöztem el még annó. Mikor? 2018 2018 novemberében költöztem ki. Én már akkor is úgy voltam, hogy a Nyanatingen? Hát ide a környékre, mondjuk így, tehát én nem Londonnal kezdtem, meg nem étteremben mosogattam, hanem már rögtön a szállítmányozásba helyezkedtem el. És hát igen, így azért egyszerűbb, tehát... én azt mondom, hogy Magyarországon eléggé nagy bajok lesznek, az ingatlan árak is bezuhannak majd. Igen, most hallottam ilyet, hogy az albérleti árakat ilyen 40-50 ezrekkel akarják emelni, amúgy se alacsonyak, de... ráhivatkozva az inflációra. Szerintem főleg azok fogják ezt nagyon megérezni, akik ugye a csók meg ezzel a babaváró hitellel vettek még egy nagyobb vityillót, mondjuk így, falun. Na igen, most látok, ez ki fog gyűrűzni, most erről is vannak cikkek, hogy ez lesz az új, hát nem devizolálság, nem devizol lesz, de egy ahhoz hasonló eset majdnem, tehát egyesekre. Adósság spirál. Így van, tehát most, hogy eddig fizettek mondjuk, nem tudom, nálunk... Mi a kamat emeli, család, az MNB-nél, ami emeli a kölcsönöket, meg egyébeket visszafizetésé. Tehát most nézzük azt, én falun nőttem fel, nálunk télen, amikor
eléggé hideg volt, azért volt úgy, hogy 100-110 forintos gázszámla is volt. Hát most már több lesz, tehát akkor volt annyi, most lehet, hogy lesz 180 ezer forint is. Ezt azért nagyon megérzi bármelyik család, tehát én nagyon nagy problémát látok ebben, de sőt, szerintem itt is, itt Angliában is meg fogják érezni ezt. Tehát itt is ez be fog következni. Mert azt hallottátok, hogy a Sri Lankán volt most ez a nagyon durva, jelűzték a vezetést. Aztán az ott a, mert nem tudom, milliómos medencékben aztán ott még mulattak egy jót, és aztán végül le is mondotta az egész kormány, de addig nem, amíg nem foglaltak el mindent, ami van a palota, mindent. Úgyhogy nem akarok én rossz szmájú lenni, de akár ilyeneket is vizionálok. Láttunk már ilyesmit, ugye Ukrajnában is volt, ja? Az arany WC-kkel. Na, úgyhogy lehet, hogy itt elég sok tüntetés lesz, akár egész Európában, nem csak itt Magyarországon, hanem már most is volt ugye egy kisebb-nagyobb. Én most ilyen sorozatokat látok, tüntetés sorozatok, ugye nem csak tévésorozatok, hanem tüntetések is lesznek, úgy néz ki. András, én még azzal is elégedett lennék, hogyha lekopíroznánk azt, ami most a pandáiknál történik állami szinten. Ja, igen, mondanak le sorba, igen, a miniszterelnök is. Azt mondják egyébként, hogyha mit tudom én, egy-két dominó eldől, lehet, hogy tényleg viszi magával többit, ilyen belső, tehát hogy belső bomlás állítja majd ezt meg. Nem biztos, hogy külső, mondjuk most ott a külső hatások is most elég durvan lettek, de hogy valószínűleg ez belülről megy majd, és akkor a kicsi is, annos, mint egy maffia filmben, azt kell mondani, hogy attól tartok, hogy hasonlatos, hogy eldőnek a dominók, aztán vallatások lesznek, meg vallomások, és akkor kiderül minden, és akkor gyorsan összedől minden, még a legerősebb dolgok is. Hát emlékezünk a nagy birodalmakra, elég gyorsan összetudtak azok is törni, szóval római birodalomtól kezdve lehetne sorolni. Akkor elért egy növekedési határt, amikor beütöttek rakon, amikor kiderült, hogy alapdolgokra nem figyeltek sokáig, vagy társadalmilag voltak nagy különbségek, stb., akkor az bedől, de ugyanígy a háborúknál is, tehát a történelem ismétlő magát, azt szokták mondani, tehát. De ugyanúgy a kommunizmusokat nem vitték 87-8-ban, hogy itt aztán mi lesz, aztán egy-két év, aztán minden összedőlt, mint a dominó. Jó, mondjuk ez kellett azért egy pár külső hatás, de az most is megvan. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a 12 éves kétharmad az elég gyorsan el tud porradni. Úgyhogy... De gondolom, hogy egyetettek ezzel, vagy féltek tőle, hogy nem így lesz? Én félni nem nagyon félek semmitől. Én úgy gondolom, hogy ennek a rendszernek akkor lehet vége. Nem tudom, hogy elő fog-e fordulni. Itt, ami Magyarországon most van ilyen állami igazgatási rendszer, véleményem szerint ennek akkor lesz vége, hogyha a kormányt a saját hívei, a saját szavazói fogják elkergetni. Nem mondom, most ezt látszik, hogy kezd növekedni, így a kommentek alapján, de nem a kiderül a mérték a fontos. Kommentek, igen, a kommentek, otthon ülök, vagy nem éppen akárhol ülök, aztán írok egy kommentet a telefonomon, vagy akárhol, az attól nem fog történni semmi. Ja, hát úgy igen. Attól esetleg történhet valami. Én nem tudom, én erőszakos cselekményekre nem szeretnék, mint ami 2006-ban is volt, hogy most itt molotov koktélokkal dobálják a rendőröket, meg fölgyújtnak autókat, meg fölborogatnak, meg nem tudom. Annak se lett eredménye, mert ugye ugyanúgy megmaradt a kormány a helyén. Meg ez a kormány is ugyanúgy meg fog maradni. De viszont, hogyha a következő, nem tudom, önkormányzati választások lesznek a következő. Következő választások, és akkor ugyebár a jelenlegi kormány támogatói esetleg mégis úgy döntenek, hogy ez mégse így jó, ahogy van. Akkor esetleg lehet valami változás, de így, hogy most kimegyünk tüntetni az Erzsébet hídra, meg a Margit hídra, meg nem tudom én hova. A diszkó utkos sütögettek, hát ez nem hiszem, hogy nagy eredménnyel lesz, de igen. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, eredménytelen. Meg ha megdobálják a parlamentet, az is eredménytelen. Tök mindegy. Nem, ennek sajnos
sajnos ma már nincs jelentősége. 2006-ban, az, hogy ahogy Sri Lankán. Igen? Ahogy Sri Lankán csinálták, hogy mit tudom én, elmegyünk 60 pusztára, és akkor ott bemegyünk, aztán megfürdünk a medencébe, és elzavarunk mindenkit a francba, az még esetleg működne. De hát ez demokratikus országban ilyen nem, Európa közepén ez nem. Ez Sri Lankán lehet, hogy működik, de itt Európa közepén ez sajnos egyik ország kormánya sem fogadná el, hogy ez így egy legitim. 2006-ban volt az önkormányzati választás, igazából onnantól volt már a Fidesz nyeregve, ugye át a izé után az előbeszéd meg az üntetések után, tehát hogy ott is először az önkormányzatén látszódott a hatásfok. Ha az mondjuk 2 év múlva nem látszódik, akkor nem látok reményt a 4 év múlvára se, tehát tényleg addigra valaminek látszódnia kell, csak hát ugye a kérdésé lesznek például új pártok, ugye Márki-Zajnak lesz egy új pártja, elvegébb vége, vagy attól idén valamikor. De hogy ezt várják az emberek közben, mert az ellenzék is ugye eléggé kritizálható, elég sok mindenben, megélhetési politikusnak is tartják sokukat, úgyhogy valami változásnak kell duplán lennie gyakorlatilag, ha úgy nézzük. Hát igen, az ellenzék az szerintem, nekem van egy olyan érzésem, hogy az ellenzék az a kivárásra játszik, hogy nem ugatnak bele most a dolgokba, menjenek a dolgok úgy, ahogy az Isten adta nép akarja, és az Isten adta nép... Hatásokat, és talán pedig ugye... Igen, az Isten adta nép az most benyeli a katát, meg benyeli a rezsi csökkentésnek a csökkentését, meg egyéb disznóságokat, vagy nem nyeli be. De nem ugatunk bele, hanem hagyjuk, hadd menjenek erre a dolgok, ugye magunk. Erre szavazott a nép. Egyétek meg, sajnos ilyeneket írnak most mindenhol. Így van, igen. Ezt akartátok? Hát most, mit tudom én, azt mondta a kormány média, hogy ha az ellenzék nyer, akkor itt hatalmas infláció lesz, meg háború, meg küldjük a katonákat, meg a rezsicsökkentés meg lesz szüntetve, meg adóemelések lesznek, meg egyebek. És hát, gyerekek, hát nem. Most nem az ellenzék nyert, mert úgy néz ki, mintha az ellenzék nyert volna. Így a jóslások alapján. Nekem úgy tűnik, mintha... Miniszterelnök akkor már tudta, hogy mi lesz később. Valahonnan. Hát de ő ezt mind az ellenzék nyakába varta. Érted? Ők ezt mind az ellenzékre mondták, hogy ezek fognak történni, hát aztán nem az ellenzék nyert, és mégis itt vannak a történések. Ezért láttam azt, és bebizonyított szerintem, hogy akkor nyert a mostani kormány, akkor nem voltak olyan boldog, mint az elmúlt akár 3-4 választáson. Éreztem azt, hogy itt érzik, hogy még akkor már háború kitér, stb., hogy azért ez most egy keményebb, de jó lesz, mert azért azt tudták, gondolom, hogy a gazdaságunk önmagában nem valami erős, és nem áll a saját lábakon. És hát látszott, hogy az öröm az nem volt olyan felhőtlen, hogy mondjam neked. És most várták, hát elmondták, hogy ők azt hitték, gyakorlatilag jelezték szinte előtte, hogy szoros eredményre vártak, hogy akár hogy az ellenzék nyer, még öreti örültek is volna neki így ebben a helyzetben. Ezért mondta azt a pár ismerősebb rokonom, hogy még jó is, hogy nem az ellenzék nyert, most nincs a nyakukba varni semmit, most érted? Tehát, most mit kapnának a nyakukba ezek után, ugye? Ellenzék, hogyha a Fidesz ellenzékben lenne, ismerik mi azt. Úgyhogy... akkor úgy viselkednének, mint amit most egyébként szídnak minden ellenzéki pártól, sőt annak a többszörösére lépnének. De akkor az nem lenne baj, tehát ha ők csinálják, ugye azt tudjuk, hogy ez sose baj. Csak hogyha más, de... Igen, ez... De mind akartam, de is annyira vele beszélt. Csak az imént azonnal az a kép jött be nekem, ami a választások követén eléggé elhíresült volt ott a Orbán Viktor kiírvette az eredményt, és ott mögötte a kabinett főnöke, hát gyakorlatilag szinte sírt. És akkor lehet, hogy nem örülőbe. Én is mondom, mert én akkor megmondtam apukám. Igen, akkor... Nem örömteli volt teljesen. Hát igen, egyértelmű, hogy elfogytak az eszközei a kormánynak, hogy hintse a port a népszemébe,
És az ellenzéket most gyakorlatilag ülhet karba tetni, kézzel is nézheti, hogy... Most ő kérhet kávét, eddig sokszor most ülhet, az oldalán ülhetett kávét. Ugye jönnek a megszorító intézkedések, amiket a kormányhoz, és így tovább, tehát gyakorlatilag dől bele a kardjába. És ezt végig, már mint a kormány. Ja. Úgyhogy... Így van, Sanyi ami nagyon jól mondja. Még én mondok egy furcsa dolgot, szerintem itt kellene úgymond egy új Fidesz, tehát egy új politikusok, egy új... Megbotlott a nyelve úgymond, lehet, hogy ott volt a jó tétlélek dolog, csak sajnos neki a kommunikációban kellett volna egy kicsit még gyakorlatozni szerintem, mert ugye itt az volt a nagy hiba szerint, én szerintem, mert persze az volt a propaganda, ez a kettő összesen. De szerintem a Márki Zajnak nem fog összejönni következő szezonban se ez a dolog. De most az a saját pártja, azt is mérték tavaly, majdnem bejutna, még tavaly, ha lenne akkor egy ilyen kérdés. Nem, szerintem megint össze fogja kötni a kormány egy Gyurcsánnyal, stb. De most már nem fog sokat érni itt, ezzel szerintem. Úgyhogy amiket az ellenzékre mondtak, azt ők csinálták meg. De mindegy, igazából azt szeretném ezzel mondani, hogy kellene egy új garnitúra. Tehát... Az biztos. A kormány ezt brilliánsan csinálja tényleg, hogy a médiát hogy használja fel ezekre a régi burtoldarabokra, úgymond így a politikai életben, és nagyon jól irányítja ezzel. Igen, most is mondják, hogy az elmúlt 8 évben, volt, de most Gyurcsány a hibás, bár már 12 év, kétharmada voltak, de továbbra is lehet ezt működtetni, lehet, hogy majd még a Holdon meg a Marson leszünk, majd akkor is ezt fogják mondani, de... Mindjártak. De működik. Amíg van befogadó, amit mondott a Zoli, amíg van befogadó tér, tehát azt még ne csinálnák, tehát ez kettőn áll a válság. Amíg van Gyurcsány, ja, amíg van Gyurcsány, addig nyerni fog a Fidesz. Igen. Ying és Yang. Addig bármit rá lehet verni, mert sajnos Gyurcsány 2006-ban az összedi beszéddel és ugye az abból kiragadott néhány mondattal olyan ellenszenvet sikerült csinálni az emberekbe Gyurcsánnyal szembe, hogy a Gyurcsány tök mindegy, meg az ellenzék tök mindegy, hogy mit csinál. Gyurcsány. A Gyurcsány embere, a Karácsony Gergely, a Gyurcsány embere, a Márki Zaj, meg mindenki a Gyurcsány embere, a Jakab Péter, meg mindenki a Gyurcsány embere, és a Gyurcsány az elsődleges mumus. A Gyurcsánynak így utólag visszagondolva, mert ugye utólag kurva okos tud lenni az ember, utólag visszagondolva 2000, mit hát tudom én, 7-be, 2006-ba, 7-be el kellett volna tűnnie a balfenéken. És akkor egész más lenne a helyzet. Hát jött egy gazdasági világválság, ugye mit csinált volna a Fidesz? Szerintem azt, amit most körülbelül, sőt, ugye 2008-nál. Igen. Ha 2008-ban a Fidesz lett volna kormányon, akkor biztos, hogy nem mondott volna le Orbán Viktor a miniszterelnökségről. És... De attól még szar helyzetben lettek volna. Gazdaságilag lehet, hogy sehol nem lettünk volna azóta, de akkor ugye Gyurcsányék, vagyis a Gyurcsány kormány lemondott, és jöttek a Bajnaiék, mint szakértői kormány, de és ők... Az Orbán is megdicsérte egyébként, milyen jól megcsinálta. Igen, 2010-ben még megdicsérte, aztán utána megszitták őket, mint a bokrot, hogy milyen... Ja, mint ilyen szutykok. Na mindegy is. Jó. Érdekes dolgok ezek, de hát reméljük, hogy azért két éven belül azért a változás. Repedéseket látunk ott, ahol kell. Tehát... Hát nem tudom, hogy én nem vagyok jós, és én azt látom, hogy itt akkor lesznek igazán komoly problémák, majd hogyha
az emberek megkapják a rezsicsökkentés által előállított számlákat. Hát azért nem volt víz, azt tudjátok Solymáron, mert a rezsicsökkentés miatt nincs pénz a karbantartásra, évek 10 év óta lassan, és, vagy 8 év óta, és emiatt nem volt Solymáron, meg csomó helyen, és most általában jövő héten megint egy ilyen 37 fokig egy hétig. Akkor szerintem megint nem lesz egy pár helyen, úgyhogy még a vízzel is azt nem problémák, csak ezt tudtam. És hatalmas szárazságban mindenhol most, Olaszország, Csehország, itt Velencei tó 20 cent is, 15, egy csomó helyen. Tehát lesznek... Na most az a solymári dolog, az köszönhető annak is, hogy nagyon sok ember Budapestről kiköltözött, ja, ugye az agglomerációba. És ott nem volt igazán felkészült a közműellátás ekkora igényre. Aztán közben jött még a szárazság is, ugye? Igen. Meg közben jött a rezsicsökkentés is, ugye, hogy az elmúlt 10 évben nem nagyon tudták a közműcégek végrehajtani azokat a fejlesztéseket, meg karbantartásokat, amit kellett volna. Úgyhogy vannak itt problémák, amit... Nem zárkóztattak fel ugye bérekkel, hogy nem, mi is azt érezzük, csak hogy még van rá, megrántjuk a vállunkat, hát akkor most gyalog menjek ide. Mert akkor körülbelül ennyit éreznénk, ugye, majdnem. Mert azt tudjuk, hogy megígérték, hogy 2030-ra Ausztria szintjén leszünk, ilyen, még van 8 évünk. Hajrá! Hát... Ausztria szintjén nem tudom, hogy mikor leszünk, ez sajnos... Tippelni sem mertek akkor. Még én tippelni sem tudom, azt tudom tippelni, hogy itt, amikor megkapják az emberek az első számlákat, itt a rezsicsökkentésének az első számláit, na akkor ott lesznek problémák, hogy hoppá, eddig fizettem 8000-et, azt most fizethetek 36000-et, vagy nem tudom, hogy lesz ez pontosan, mert... Ez a táblázat, ha azt megnézed, az eléggé fájó, tehát néha... Hát ez nagyon durva, de azt szerintem, az nem tudom, hogy min alapszik az azt a táblázat, mondják, de ez nagyon-nagyon durva. Idézőjelben jobb lesz a helyzet, még az is szar lesz, de igen, hát majd kiderül. De ha az a táblázat igaz, akkor ott nagyon sok család tönkre fog menni. Hát igen. Meg, vagy egyáltalán nem fognak tudni fűteni. Némely szakember azt mondja, hogy a másik világháború óta nem látod. Itthoni válság lesz, ami nem hangzik olyan jól. De hát, vagy kiderül, reméljük, hogy azért pozitívabb remények is valami reménykedtem, mert azt is kérdezik. Ja. Köszönöm, akkor beszélgettünk, elég hosszabb beszélgettünk a múlt miről. Úgyhogy... Nem tudom, hogy... Majd esetleg legközelebb, egy más formában... Bocsánat? Akartál mondani valamit, Sándor? Nem, figyelek. Valami visszhangzott. Hát a legközelebb esetleg valami más témában is összejövünk, ami mondjuk nem ennyire szertágozó, hogy egy kicsit rövidebb adás, ugye? Akkor esetleg szívesen vállalt teket, de majd úgyis akkor ezt jelzem még. Ugye ezért van ez a rovatunk Dumakasi, hogy ez ilyen... Hát most a társadalmat érdeklő témákban, főleg vagy egy nagyon csoportot réteget érdeklő témákkal beszélgethessünk. Úgyhogy azért köszönöm, hogy akkor elvállaltátok meg, hogy ennyire ki tudtuk beszélni, aztán most ilyen nagyobb világtérkép, látképet kaptunk, meg azt is, hogy mi az a gond, amit hát nagyon hamar meg kéne valahogy fordítani, változtatni itt Magyarországon. Úgyhogy köszönöm, hogy részt vettetek, meg köszönöm a nézőknek is a figyelmet, aztán ha lesz még valami hasonló téma, ami minket érdekel, akkor várunk majd titeket szívesen. Úgyhogy akkor búcsúzunk tőletek, meg én is tőletek, sziasztok, és kellemes hétvégét mindenkire. Én is köszönöm a lehetőséget, tényleg jól beszélgettünk, sziasztok. Sziasztok, jó éjszakát.